Hello, sziasztok, Sirius Rékez pedig nem más, mint a szerda esti stream. Üdvözlök mindenkit ezen a szerda estén, ami Zsinórban a második szerda este, amit a tengeren töltünk méghozzá Zsóti társaságában. A mai nap folyamán lehet, hogy lesz extra játékosunk is, illetve oké, valószínűleg lesz egy extra játékosunk biztos, de lehet, hogy lesz egy extra meglepetés játékosunk is. Lili, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 40 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Wow, kerek 40, gyorsan telik az idő, ha jó társaságban az ember. És ez bizony így van. Oh, wow, kuros és ráadásul 8 órás. Na, király. Szia Gergő, szia Time Traveler. Sziasztok srácok. Szóval, ja, Sea of Thieves, Zsoltival, és... Egy kicsit átállítom itt a dolgokat, hogy lássak dolgokat. Az előző stream, igazából nem volt vele semmi baj amúgy, csak nem sikerült annyira jól. Tehát úgy értem, hogy nem sikerült annyira jól, hogy... Hogy így sokat, így jól el voltunk akadva az elején. A tutoriálunk egy kicsit bebagolt. Nem vagyok benne százszerzelékig biztos, hogy a bebagol a jó szó, de hogy értitek. Szóval, hogy így egy kicsit bebagolt szerintem a tutoriál, és nem nagyon adta ki a következő lépést, és akkor ezen elég sokáig elagonizáltunk. Szia Timi! Hogy vagytok? Mi a helyzet? Jobban van már Zeni? Meg gyógyút! De szép pólód, most pont az ilyenemben alszom. Helyes, abszolút. Miattam kezdtünk egyébként egy kicsit később. Még mindig pozitív, de jól van. Legalább az a lényeg. Szóval, hogy ma miattam kezdtünk egy kicsit később, mert úgy volt, hogy át kell dobni a családot a nagyszülőkhöz. Tehát, hogy ilyen 17:30-kor ér véget, azt mondja, Pajtásnak egy meetingje, és akkor utána. De... Én közben hallom már Zsótit. Szóval... Ti is halljátok Zsótit. Szóval nem kellett végül, de elvittem. Szia, a gyereket de... játszottél. Maris, ő még... izél? Lehetséges, hogy a kiabálás eleje óta hallottalak. Azt gondoltam. Mondom, megijesztelek, te ilyen ijedős gyerek vagy. No, de hallottam előtte azt, hogy hogy le vagyok némítva, nem vagyok. Megpróbáltalak megijeszteni. Na, Rizus, te már beköszöntél? Be. Én már be is online is vagyok, meg megy is ki a hang. Nice, szuper. Közben, ja. Mindjárt megnézem, Maris mit csinál. Amikor én néztem most utoljára, akkor még játszott, folgáztozott. Mindjárt írunk neki, hogy... Jó van. Először is mi az Xbox neve, mármint hogy a player neve. Félnyeltem a mána szerpemet. Oh god. Bakter. Ja. Kuc. Én mostanában ilyen energiaitalt iszok, amit Eszter nem akart meg én, mert nem ízlik neki. Nem véletlenül nem akartam meginni. Jó, hát de értetted. Ha már ki van érte adva a pénzt, meg fogom inni. Így van. Úgyhogy azzal szia Fró, szia Memoru. Én is kortyolgatom. Gyerekek. Megvettük, ki nem boríjuk. Hát haver, nem szeretnéd, ahogy mostanában sört iszok amúgy. Nem megy? Nem csúszik? Az van, hogy de, nagyon jól esik. A fele. Na, és onnantól meg... Ezek fél literesek? De igen, ezek az 5 decis sörök, tudod, amik vannak. Ez. Neked ilyen 2-3 deciseket kell venni, és szerintem azért igen. Nem esik jó, mert kimegy belőle a szénsav, tudod? Nem megy ki, egy étkezés, nem. És az étkezés végére, tehát mit tudom én, ha mondjuk tudod, egy vasárnapi ebédhez megiszok egy sört, vagy még igazából most már inkább vacsorához, mert akkor már biztos, hogy nem kell vezetnem, vagy hát valószínűleg nem kell vezetnem, és tudod, így iszom hozzá, és így valahogy a feléig jutok el, mire eljutok a kaja végéig, és így a többi nem esik jól, vagy így nem tudom. Ez valami új dolog egyébként, és nagyon... Még saját magamat is nagyon dühítem vele. Hát, öregszünk, na. Ja. Vagy nem is tudom. De mostanában sokat vezetsz? I have you covered. Hát, adom. Nem. Távban nem, egyáltalán nem. És na, így alkalommal sem, de tudod, ha... Hát tudod, bennem van az, hogyha ha történik valami a gyerekkel, ja, akkor értem, én viszem, ja, tudod. Értem. Tehát, hogy nem tudom, ez így azóta így belém állt, aztán nagyon meggondolom, hogy mikor. De amúgy, tudod, amúgy se iszom egyedül, sok a szar, szóval, hogy így... Ökör isik magába. Hát azért egy meleg szendvics mellé jól esik.
az van amúgy, hogy tudod, egész életem nem értettem, hogy miért léteznek a 3 deci sörök. Ki az Isten iszik 3 deci sört? És tudod, most így állok, hogy ó, hogy én? Így van, így van. Gondolta volna az ember? Egy sör nekem sem szokott jól esni, kell ahhoz minimum 8. Sziasztok! Igen, igen. Puhányok lettünk. Egyébként egy sör tényleg nem sör, tehát én sem vagyok ez a egy sörös fiú. Mondd csak. Puhányok lettünk, de ezek szerint csak én. Nem. Nem, tehát nekem is van, amikor nem esik úgy valami. Úgy szokták mondani, hogy megcsömörlik tőle az ember. Ja. Úgy, ja. Rád kattintottam, nem Marisra. Hát nekem is megírhatod, hogy gyűjjek. Megjelentem. És annyit láttam a screenjén, figyeljétek. Gyerekek. Mert nem írja ki teljesen a nevét, aki bekommentel hozzá. Csecse Attilából annyit írt oda, hogy csak Csecs. Tökéletes. Több mint tökéletes egyébként. Ők még folgájszoznak nagy erőkkel. Hát szerintem elkezdhetjük csinálni. Hányan leszünk? 3-an? 4-en? Hát 3-an fixen, szerintem. Gyorsan írok Marisnak, hogy mi már ready-k vagyunk. Hát meg gondolom befejezi majd, tudod, azért a kört, vagy nem tudom. Mert ugye lehúzhatunk addig egy 3-as hajót, de lehúzhatunk egy 4-es hajót is, el tudjuk ketten vezetni. Abszolút, mi bőven el. Nem azt mondom, hogy ideális. És egy tengeri csatákat vállalnék vele, de hogy el tudjuk vezetni. Megkérdezem tőle, hogy mikor számíthatunk érkezésére. Én meg közben rájövök, hogy is kell hozzá csatlakozni. Csak úgy. Mert mint hogy tudod, amikor nem... Van már lobby? Vagy csináltál lobbit? Azonnal csinálom. Jaj, akkor még sem. 5 perc is jön. Gimli, Ótvaros, Cseg, Lukában ülünk. Szerintem ezt, hogy most megírtad, lehet, hogy mégse jön. Jajcsi leszek. Jaj. Ezek szerint reagált. Ilyen felolvasta, hogy Gimli Ótvaros Seglukában ülünk. Hát ez a szoba neve, szóval nincs mit szépíteni ezen. Azt mondja Szél Galleon, és akkor Close Crew. Viszont ezt majd akkor újra kell indítanunk. Nincs ezzel gond. Azt mondja... Miért kell újra indítanunk? Hát szerintem játék közben nem tudok beívni embereket a... Ma hát de rád joinolni, biztos, hogy rád tud, de nem, igen, ebben... Ja, csak nem vagyunk friendek, de majd itt Discordon megkérdezzük tőle. Ó, az baj, igen, az baj, igen. Azt mondja, hogy... Ti lehetünk is addig egyébként, tehát hogy nem kell arra az 5 percre akkor feltétlenül indítani. Jó, chillezzünk akkor addig. Szondom. Memoru, hardcore. Azt mondta, hogy talán ráér. Hardcore Battle Royale-ozni fogunk, szóval lehet... ki kellett volna írnom Discordra. Hardcore Battle Royale-ozni fogunk. Este. Írhatsz abszolút, ha van... érted, hogyha van hely, akkor igazából miért ne? Angulatos ennek a játéknak a zenéje is amúgy olyan chill. Játszottál te a... Cult of the Lamb-bel? Nem, de láttam, hogy nagyot megy mostanában. Holy shit, ez a játék annyira jó. Igen? Nagyon. Ilyen manager hack and slash combo. Tehát, hogy van benne manager rész, de van benne ilyen hack and slash dungeon crawler rész is, ahol tudod, így egy dungeont kell kitisztogatnod. Annyira átkozottul jól sikerült ez a játék, hogy ez valami hihetetlen. Tehát ilyen... Örülök is, hogy játszunk, nem azt. Nem tudom egyébként, hogy te élvezd. Hát, csütörtök reggel, este, péntek délelőtt, hétfő este, kedd délelőtt, szóval, hogy így
Aha. Ja. Hát így... De amúgy hajlamos vagy rácsúszni dolgokra. De nem így. Kell, de ez így nem. Streamben ennyire nem. Azért tiszteletbe szoktam tartani a heti 2 maximumot. Itt ez most valahogy minden átszakadt, meg minden izé. Mindent elengedtem ezzel kapcsolatban. Egy kis hangulatos. Meg ugye nekem ez a szektás humor, ez nagyon fekszik. Aha. Mi itt ezzel viccelődünk. Azért az annó is ilyen volt. Talán az annó 1800 volt utoljára ilyen, igen. Igen, amire ennyire rácsúsztam. Igen. Meg tudod, öröm látni végre egy játékot, ami megjelenik, és nem ezerszer szarabb, mint mindenki gondolta, hogy majd lesz, hanem így jobb. Ez olyan, ez mostanában nem annyira gyakori, mint... Így van, nem olyan nagy trend, hogy úgy jelennek meg játékok, hogy azok jók is. Hát ja. Mondjuk a God of War-t azt nagyon várom. Te játszottál a God of War-ról az első? Nem, és nagyon gondolkozom, hogy kéne ezzel valamit csinálnom, mert mint hogy tudod, hogy így kéne ezt pótolnom. Üdvözöl, Uli! Szerintem határozottan megérni, mert ha jól gondolom, akkor az ünnepek alatt jön majd az új rész. Addig még van egy kis időd. Mondjuk az ünnepek alatt, az nekem majdnem pont mindegy. Á, jó, értem, de hogy... Hogy olyankor nem streamelek. Jó, nem, tehát az nem is... Nyilván az ünnepek előtt jön, tehát valamivel. De hogy ugye holidayt szoktak megadni sok esetben. Aha, ja. Hát nyilván el akarják amikor adni karácsonyra. Lehet, igen. Én is mennyire flash lenne kiadni egy játékot 27-én. És így már nem vesszük meg, de mindenkit be kell rángatni az irodába patchelni. Szia, Maris! Hello, sziasztok! Hello! Publikus a neved itt az izén, ilyen ez az Xboxos akármin? Kimondhatod hangosan? Igen. Szerintem okay. Igen. Akkor főbeslek, barátnak. Jó, illetve ne haragudjatok, hogy ki, és nem csak azt láttam, néztem, hogy baj. Ó, még mind a két fiúnál az intro van, úgyhogy még akkor gyorsan egy utolsót csapatban. Ne, hát ez csak nyugodtan, meg egyébként, ja, maszoltunk. Szóval... Igen. De hát rögtön jöttem. Eldobtam mindent, és jöttem. Mentségünkre szólja, hogy egymásnak is maszoltunk. Igen. Rákattantatok a játékra, mi? Ó, mi nagyon szeretjük ezt a játékot. Hát, nagyon jó. Hát, én is teljesen bele vagyok szerelmesedve. Na, azért az mondom. A nagy rózsaszín köd, az szerintem elmúlt, mert ugye mi a beta, tehát mire megjelent a játék, hát, addigra 120 óra fölött jártunk. Ilyen nagy rózsaszín... Jó, de most nem mondtam hülyeséget azzal, hogy nagyon szeretjük ezt a játékot, Viktor. Egyáltalán nem. Nagyon szeretjük, csak sajnos nem mostanában toltunk vele nagyon-nagyon sokat. Mi azért a Forsaken Shores kiegészítő volt az, ami vagy nem kiegészítő, de hogy Forsaken Shores, mit tudom, content. Igen, amikor bejöttek a vulkános területek. A vulkános területek és a vulkános területekhez a skinek. Na mi azt toltuk meg nagyon zsolt. A szégyentelen volt, ami ott történt. Igen. Amúgy az érdekes, hogy nekem 600 órán van benne, és nekem még megvan abszolút a rózsaszín köd. Oh, nem wow. Tudom, hogy ez hogy, de... Igen? Ez király, ez tök jó! Igen. Persze. Mert nagyon-nagyon sok tartalom van a játékban, nagyon sok mindent lehet csinálni, meg most ugye pluszban még ezek a trinketek is, hogy lehet ezeket farmolni, meg minden, szóval most még inkább. Na, a nevem közben Maris 94YT, az Xbox nevem. Toltam rájuk egy kis hangot. Ha még mindig hallgak, akkor szóljatok is meg próbálok tolni még... Halló? Ja, hallok, bocsánat, csak... Nem tudom, mert nem keresem, mert itt azt mondja, barátok keresése, de hogy nincs keresés. Nem is értem, itt vagyok. Ja, de valahogy nem egyszerű itt hozzáadni barátokat. Mondd még egyszer a nevet. Igen, amúgy Xboxon tök bonyolult Maris, 94YT. 94... YT. Ez egy tök aranyos kifejezés, hogy bonyolult. Ó, megvan. Én általában azt szoktam hallani, hogy szar. Hát, ja. Szerintem azért csúsztál rá ennyire, Maris, mert mi még akkor kezdtünk el játszani ezzel a játékkal, amikor ugye megjelent. Ja, ott még nem volt ennyi content. Igen, nem volt ennyi content. Most már azért eléggé összekalapálták a gémet. Elméletileg küldtem egy banán felkérést. Igen, és banánok is vagyunk. Nagyon jó. Banánok. És akkor elméletileg... Szerintem még csak követett Zsolti, aha. De rá se rácsad. Megvan. Igen, most vagyunk barátok. Most igen. Elég.
Ezt most tudtam meg, hogy ez ilyen követés alapon megy. Ami nem tudom, mit okoz. Is. Ez az. Na, az a kérdés, hogy nektek van brigetek? Mert tudom, hogy Fekete Jézus létezik, mint Galleon. Jó, igen. De hogy brigetek, saját brigetek van, mert nekem van, de az a neve, hogy Only Girls. Na van? Most lehet, hogy... És nincs egyébként hajónk, tudunk venni, de az a helyzet, hogy azzal Only sincsen girls. Probléma, ha felengedsz minket a fedélzetre. Rácok, felengedjelek titeket? Szerintem hárman elvezetjük a Jézust. Bár én nagyon kíváncsi vagyok a hajódra már is. Mondtad a múltkor, hogy már nagyon sokat ráköltöttél. Ja, hát de azokat a dolgokat ugye bármilyen hajóra be tudom rakni, viszont ezt nem ajánlom, hogy hárman menjünk Galleonra, mert ja, az szerintem... Veszélyes lehet. Aha, az szíves fölé. Melyik legyen? Vegyünk egy nem Only Girls nevű hajót, vagy megyünk az Only Girls nevű hajóra? Én azt mondom, szerintem nagyon menő lenne az Only Girls-on. Jó, de érted, ha Maris zavarja azt, hogy ott a mocskos lábunkkal tapossuk a gyönyörű hajóját, akkor nyilván nem erőltetjük rá magunkat a lájklubjára. Zsoltiból Zsani lesz, Viktor. Zsani vagy Zsófi. Viktória lesz. Igen. Here we go. Amúgy a brigemet azon kívül, hogy megcsináltam, mégsem ennyit nem mentem vele, úgyhogy felavatjuk most legalább. De hát akkor honnan jön az Only Girls? Hát... Onnan, hogy egyszer csináltunk egy ilyen Alliance szervert, hogy voltunk 12-en egy szerveren, és tudjátok, hogy egyszerre próbálkoztunk belépni, és akkor csináltam egy Galleont is, meg egy briget, és csak csajok lettünk volna a hajómon. Végül én nem jutottam olyan szerverre, mint a többiek, és így nem azzal a hajóval mentünk. Hát ez igen, ez szomorú. De most mi indul, várjatok? Most akkor a Galleonra kerülünk? Én kiléptem, de igen, valószínűleg gondolom oda kerültünk volna. Lép ki, aztán hasztolt ki a hajód, az csó. Oké, és pillanat, nekem még töltőképernyő. Felvetted Viktor Maris te is barátnak? Nem, gondoltam, megúszom, hogy meg kelljen találnom, hogy az Xbox abban hogy kell hozzáadni egy barátot. Akkor majd csatlakozz rám. Igen, ez volt a B-terv, de tudod mit? Most rá fogok jönni, nem lehet olyan bonyolult. Van itt egy plusz jel. Oh God. A plusz jelnél nem tudsz keresni, csak a sima barátoknál tudsz. Én azt de hát ez fantasztikus. És ott is működött. Megvan. És küldök bari meghívót én is. Mondjuk én még nem látom, hogy hogy néz ki az, amikor valaki meghív a hajójára játszani, úgyhogy kíváncsi leszek. Meglátom-e majd a monitoron. Szerintem egy pontosan ugyanolyan meghívó Zsolt, mint amikor mindig meghívtunk a lobbiba. Igen? Aha. Remélem. Nem, mert én vagyok az a srác, amikor mit tudom én, valamilyen... Jaj, Samszi, nagyon erőnyös vagy, köszönöm. És így nézek, bámulok, és nem látom meg a jobb felső sarokban, hogy mit kell csinálni, pedig oda van írva. És már 5 perc, csak rohangálok. Nagyon szívesen, és nagyon köszönöm, hogy ezt leírtad. Ez vagyok én. Nézd! Az van, hogy... Ugye mi játszottunk már Hunterrel, szóval mivel játszottunk Hunterrel, ezért tudjuk, hogy gyakorlatilag mindenki hasznos ebben a játékban. Ő nem, de ő az egyetlen, aki nem. Ó, azért Balázs is odarakta magát a múltkor. Jó, azért, oké, de azért nem volt annyira odarakva, mint Hunter, mert mit érted? Hát te nem csinálsz semmi más, csak iszik és zenél. Aj, de minden csapatba kell egy olyan ember. Igen. Na. Egy pillanat. Na most tudtok csatlakozni rám. Oké, közben ment nekem is a friend request. És a videójáték máshogy gondolja. Még nem írja, hogy tudunk csatlakozni. Vagy legalábbis nekem nem. Én várok. Sailing, most már azt írja, hogy Sailing the Seas. Szerintem ez már az, hogy lehessen csatlakozni. Nem. Micsoda, mi nem megy? Hát szürke a join game gomb. Xboxom? Hát az Xbox abban. Ja. Miért? Erre mondhatom ugyanazt a választ, amit korábban. Tudok szerintem egy pillanat. Nálam az egyes gombot kellett megnyomni, és akkor így feljöttek a banánok. Egyes gombot? Hát amikor már a crew
Hát amikor, igen, amikor megcsinálod a lobbit, és igen, hogyha ott nyomsz egy egyest, akkor kilistázza a barátokat, és tudsz küldeni invet egyszerre többnek. Gyerekek, le leszünk itt toskolázva. Na most? 600 óra. Ó, megvan, azt mondja G. És elfogadás. Lejátsza. Ó, és megkérdezte, hogy esetleg a nem létező Xboxomon szeretnék játszani? Szeretnék az Xboxomon játszani mindenképpen. Az lenne a legjobb, ha a gépen futtatná, és az Xboxon játszhatnék. Aha, ott vagyunk. Ott vagyok Marissal. Ja, és... Ós, ki is hajózunk? Hoppá. Marissa nem tudok csajnolni, de Zsoltira nem tudok. Hibátlan. Jövök. Az Only Girls fedélzetén, gyerekek. Ez az. Fel van rakva nekem egy Reaper márk, azt gyorsan leveszem. Azt ugye mindenki látja. Igen, igen. Térképen. De ha akarjátok, PvP-szetünk is. Aj, nem emlékszem, hogy a... az audio interfészemen a gender knob, amivel lehet állítani ugye nyilván a gendert, azon melyik irány a férfi és melyik a nő? Ezt mondatot most még egyszer? Szóval, hogy ez így most milyen? Inkább mókusos, mint ja, az nő. Ja, nyilván nem érted, tehát hogy nem lesz jó, de hogy... Jaj. Na szóval... Ó, szép helyen kezdtünk! Bizony, zöld minden. Hát mostantól mindig Maris hoztol, hát milyen szép itt a minden. Ez az. Wow! Girls only! Girls only! Karózsaszín is legyen, na jó? Na jó, nem. Nagyon szép. Lehet még a fényeket állítani? Mert abból volt régen rózsaszín. Igen, abból volt. Mármint hogy a fényeket, a lámpás? Aha, igen. Ahhoz az kell, hogy PvP-ben meghaj, és akkor tudsz hozni rózsaszín fényt. Nagyszerű. Ez nem tűnik teljesítetetlennek. Én nem is nagyon játszottam még ekkor a hajóval. Én se. És nagyon cool. Tehát általában ugye mindig meg vagyunk négyen. Meg Viktor általában, ha játszik, akkor csak egy személyesen. Hát én... ja. Én így nem tudom. Villát veszek szuplájokat. Figyelj, olyan vagy, mint nagy többségében Jack Sparrow, és sokszor magányos. Meg részeg. De Viktor, te meg most, mert az előző streamben azt hallottam, hogy te délelőttönként fogsz szólózni. Hát így, ez így nincs eldöntve, de hogy így szoktam néha szólózni délelőttönként, igen, de azért nem gyakran. Nem szeretik sokan ezt a játékot szólóban, az a helyzet, hogy én nagyon. Nagyon chilles. Szólóban is, meg dóban is, tehát hogy én nem... És nem mit szoktál csinálni? Mik a tervek, vagy mik a végeredmények? A terv az mindig pénz. Tehát, hogy nyilvánvalóan pénzt szoktam csinálni. A végeredmény az az, hogy végigkerget két orosz az egész pályán, és felugrálnak a hajómra, megpróbálom őket kidzsúkolni. Általában inkább így szokott ez kinézni, igen. Értem. Két orosz. Mekkora kövér patkányok van a gajon? Azt hiszed, hogy ez így nem így van, de így van. Tényleg oroszok általában. Nem tudom, az időzóna, gondolom. Akkor érnek rá, nem tudom, engem akarnak bántalmazni. Szóval valamelyik streamer rám ragadt a héttenger csivavája név. Szóval én azóta így nem tudom, így ebben tengek-lengek, hogy nagyon szeretek mindenkivel harcra kelni, és aztán kikapni. A héttenger csivavája. Ja, that's me. Wow. Na, közben én megvettem minden supply-t. Én meg kiloptam minden supply-t, olyan kalózosan. Én gyűjtögettem ezt azt. Ez az. Na jó. Na jó, minden az erős túlzás, de kiloptam bizonyos supply-okat. És az a tervem egyébként, hogy a két személyes hajóm, amikor eljön a következő szóló stream ideje, az ez lesz, hogy a héttenger csivavája. Az lesz a hajó neve? Uh-huh. A héttenger csivavája. Azon a gyanok, hogy ez kifér-e oda. Nem tudom, majd írom számmal, vagy valami a csivavát. Nem mintha úgy kevesebbet kéne írnod. Egy pár karakterrel, na.
Nem tudom, hogy kifér-e, mert én ugye nem vettem még hajót, mert mindig lebzselek valaki más hajóján. Maris! Igen, ó. Macska, kutya, halott kutya vagy papagáj? Halott kutya, azokat úgy szeret, mert mint hogy a játékban. A halott kutyákat. Csontveszkőnek. Igen, ez egy nagyon érdekes mondat lett volna, igen, ha befejezed, de hát. Na most, az a probléma, hogy nem néztem meg előre, hogy van-e Reaper, és már megvettem a supply-t, és van. Kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy ez megakadályozzon minket. Ó, tényleg van fent egy Reaper. Nem, az egy Reaper Márkos még hozzá, és valahol, és itt egy... Kettő is van, vagy ez hármas. Micsoda? Ez a Reaper Emissary. Valószínűleg... Tehát, hogy a Reaper Emissary ugye lát is minket majd, hogyha ötösök lesznek, akkor, hogyha mi is felveszünk egy Emissary-t. Igen, de bármilyen Emissary-re, ja. Igen, és van egy Reaper Márkos, akik meg ugye csak azért rakják fel, hogy PvP-zzenek. Akartok-e PvP-zni, vagy mi a cél? Hát szeretnék rózsaszín. Becsön a kapitány, ez a te hajód. Ja. Húha. Bezony. A lányok menjenek harcba. Let's go, girls! Hát ez elég furán hangzik, de... A lányok háborúba mennek. Ez... Jaj, várjatok, még nem csinosítottam ki a hajót. Várjál, Zsóti, hát még nem csinos a hajó. Gyorsan felhúzom. Én szóval nem tudom, hogy így milyen elvárások alakultak ki rólunk a PvP-vel kapcsolatban, ezt azért próbálnám így fine-tunolni, hogy you know, nem feltétlenül mi vagyunk így a PvP zsenik ebben a játékban. Hát én azt hallottam, hogy arénáztatok is. Mi arénáztunk, de hogy az arénázt tudod, hogy nézett, arénáztál? Nem, én sajnos később kezdtem. Na, az aréna úgy nézett ki, hogyha megnyerted az első chestet, oda te értél a leggyorsabban, akkor mindenki más kilépett. Ezért ért véget az aréna. Tehát, hogy azért vették ki, mert az aréna nem működött jól. Hogy is lehet integetni, Viktor? Y-nál, de miért hagyjuk itt Marist? Nem tudom, az hittem már a fedélzet. De az előbb kiugrott, és azon gondolkozom, hogy miért. Raktam be még skineket az ágyra, meg ilyenekre, asztal. Ó, az ágyra is megnézem. Ó, azt én is megnézem. Te dobtam a vasmacskát. Hol az ágy? Ó. Semmi extra. Ez én akartam mondani, hogy ez egy lepedő. Na de várjatok, ez egy skin az ágyom már? Igen, mert alapból fehér. Ó, oh, alapból fehér. Úgy volt 300 000 kb. Ez? Mi volt 300 000? A kék lepedő? Ne. Hölgyem, lefekhetünk? Kipróbálhatjuk, milyen egy 300 000-es lepedő? De csak ha mind a hárman, gyertek. Várjál, le tud mind a hármunk feküdni? Nem. Várjál, van erre egy emóta. Egy pillanat, nekem megvan? Nekem nincs. Hoppá. Én ennyit tudok felmutatni. Van valami fekvős emóta, hol lehet emótákat cserélni? Lehet emótákat cserélni? Igen. Elhúzom a vaspacskát. Ó, tényleg, és mi is a cél? Kapitány? Igen, nagyon elindultatok, de cél még nincs. Ne, lelkesedésünk van, nem célunk. Az mondjuk elég teljesen. Szerintem először vegyünk fel egy emisszerit, mert akkor sokkal több goldot tudunk szerezni. Akkor... Visszamegyünk? Tudjátok vissza mit? Nem akartok bemenni a fleetbe, ott van ez a hajó felhő, és ott van egy csomó skeleton hajó. Ó, menjünk! És menjünk. Azokat megpróbáljuk megölni, csak megnézem, hogy arra vannak-e... Az merre van? A reaperek. Oh, látom, jobbra. Ha arra vannak a reaperek, hát az még izgalmasabb! Ár. Amúgy lehet, hogy azt csinálják, de nem biztos. Na. Minek leegettem a vitorlákat? Oda megyünk, azt csinálják, és elvesszük a lootjukat. Jó, viszont várjatok, akkor vegyünk fel egy... egy emisszerit, egy ordrosszalszat. Milyen lelkesedésben van, Zsóti? Igen, nagyon menne. Drift! Lelkes, akkor pont ki tudjuk lőni magunkat. Ma annyira nem. Oké, végsőbb. Ki tudod lőni attól magadat, csak bele a tengerbe. Csak nem odolva kéne. Na várj, igazából most... Az emisszerit, ahhoz vissza kell menni mindegyikünknek, nem? Két embernek, igen, tehát nem mindeket. Jó, oké, de hogy... Szóval oda kell menni a hajóval, nem elég, csak nem tudom ki menni. Vagy... Hát ja, azon gondolkozom, hogy ennyire talán közel vagyunk.
Hú, megyeget azért. Hú. Nem. Ütközés lesz. Nem. A középső nevünk. Illetve azt akartam mondani, Zsolt, hogy nem, mert mi így parkolunk. Ja? Oh boy! Oh boy, ütközés lesz? Oh boy, tényleg ütközés lesz. Nem lesz. Lesz. Várjál, megfogom. Homlokkal. Na, ezt megtartottam. Kicsi ütközés. Lukas lett. Ez az Hulk. Kintről, egy kintről nézve nem. Viktorra felvesszük az Order of Souls. Tök addig deszkázd vissza a hajót. Ja, igen. Megvan. Hogy? Felvettük mi már valaha ezt az emisszerét? Nem. Szerintem nem. Szia, Pepe! Ugye ez... ez a csontvázas, tehát a csontváz fejeket lehet idehozni hozzá, meg gemeket lehet még esetleg. És hogyha megölünk egy skeleton hajót, le vagyunk ankorozva? Le, bocsánat, megálltam. De megám. Szóval, ha megölünk egy skeleton hajót, akkor az is húzza szia, az Order of Souls emisszerinket. Szóval azért éri meg azt felvenni. És akkor amikor alapból felvesszük, akkor nem látnak alapból, csak akkor, ha ötös szintűek, ugye? Mert nem, igen, most igen. Felvettük, akkor lát mindenki minket, nem? Nem, most nem látnak, hanem a Reaper fog minket látni akkor, hogyha ötös szintű Reaper lesz. A Reaper emisszer is. De hogy mi látjuk a Reaper emisszer is, nem? Mi látjuk, várj, ez Reaper. Igen. Ó, igen. Oké. És amúgy szerintem csinálja valaki ezt a fleetet, mert fehéren villog, és ha jól tudom, de javítson ki a chaten, ha rosszul tudom. Ha nem csinálja senki, akkor zölden villog, ha csinálja valaki, akkor fehéren. Akkor most megtámadjuk azt, aki csinálja. Vagy csak végignézzük, ahogy nagyon legyengül egy ilyen, nem tudom, 300 méterre leparkolva, és amikor látjuk, hogy már vér van a vízben, akkor csak oda megyünk a lootért. Jó, ez a terv is tetszik. Hát alapvetően nem hiába vagyunk kalózok, vagy mi az össz. Igen, szerintem a ripperek csinálják pont ezt. Ez egy kicsit ijesztőbb, de nem baj. Tőlük is elvesszük. Az előző streamben megöltünk egy ilyen Reaper-es csapatot, de ehhez hozzá kell tenni, hogy ők idióták voltak. Mert... Na, miért? Mi volt? Hát leparkolták a hajójukat, jó, és felügyelet szálltam. Nélkül ott hagyták. Szóval így oda sétáltunk, szétlőttük őket. Szerintem amúgy csak nem érdekelte őket, mert szerintem ugye végeztek az eladással. Ja, biztos már volt egy csomó hát nem tucuk. A teljes eladással, de majdnem végeztek az eladással. Épp ez a hajó. De most egy zölden világít amúgy. Lehet, hogy elsüllyedtek. Illetve van előtte egy vihar, nem? Mármint, hogy... De van előtte egy vihar. Hát úgy... Annak nem... Sréhan ki tudjuk kerülni, nem? Ki tudjuk kerülni, nem az a kérdés. Nem, az csak belül villámlik, ott kívül nem villámlik. Azt akartam kérdezni, hogy nem lehet-e, hogy úgy néz ki, mintha az világítana fehéren, de közben csak villámlik a viharban. Milyen színű lángot is ad az, hogyha a villám öl meg? Fehér. Ah. Mondjuk az illene a hajónkhoz. Egyébként. Zsolti, ha mind a ketten fenn vagyunk a kosárban, akkor ki dolgozik? Hol vagy? Hol van a tölegénység? Megyek is. Á, kapitán, szélve van a hajó nagyjából. Tényleg. Vagy nincs? De. Csak kormányozni kő. Igen, csak így felvetődött bennem a kérdés, hogy ha mind a ketten fenn vagyunk, akkor kicsinál bármit. Bocsánat, én közben sütögettem, de itt vagyok, itt vagyok. Nem, nincs, nem. Jobbra harpoon. Majd ja, próbálom. Nagyon messze van. Nagyon jó, nagyon jó. Én ellenőrzöm közben, hogy áll a csirkecom. Miért belik a lóz? Voksi. Megváltozik az olaj sistergésének a hangja, amikor kész van. Oh wow. Sajnálom, fél munkát végeztem. Oda nézzetek, most már lehet látni, hogy ott mi történik. Egy galleon. Egy négyfős galleon csinálja. Nem baj. Mi fürgébek vagyunk. Menni fog. Egy sloop, meg egy galleon skeleton ship veszi őt körbe. Akkor most Viktor terve alapján cselekedjünk, mert akkor ide... Meg tudunk bújni.
valahova. Ó, jaj, nem kell, frontálisan nem is kell? Nekik mehetünk. Csak most két Skeleton ship is van rajta, szóval lehet, hogy kapnánk mi is. Nem, az egyiket elsülyeztette? Hát a legjobb az az lenne, ha elúsznánk úgy, hogy a Skeleton ship és közénk keveredjen. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy tőlünk kicsit balra van egy szikla, és amögött szerintem bujkál egy kétfős hajó. Te ezt látod? Hát az árbóca kilógott az előbb egy pillanatra. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de mintha ott lenne. Na, az van a csirkével így kérdés, hogy most már oda égett, de hogy én nem tudom elvenni, hogy ez valami jogkörhöz kötött, vagy... Nem, a szerintem szakács. Csak tele vagy, 5 kaja van nálad. Ja, valószínűleg oh, sút, ez eszembe se jutott, hogy van nálam kaja, oké, okay, oké. Okay. Ebben az esetben nem én néztem a csirkét, ami odaégett. Mindegy, ez a kaja marad is. Én szerintem most mintha látszódna a hajómot. Zsolti, te nem látod ott? A fog micsoda? Mögött, a fog alakú szikla mögött bujkáló egyfős hajót? Én nem láttam, csak a nagy galleont láttam. Meg... Ott a hajó, de lehet, hogy nem bujkál. Merjel, ott a hajó. Ott a hajó, és egyébként egy három fős. Hajó, egy galleon. Három fős, és valószínűleg hol nem bujkál, látod? Hanem szembe jobbra áll a szigetnél. Két árbóca látszik. Ez egyébként lehet, hogy... van egy játékunk, amikor alkoholt kell fogyasztani, ha valaki hajót lát, és kevesebbet ha? Lehet, ha én, mert sokat látok hajót. Ajaj. Zene van. Azt hiszem, ez egy megalodon? Nem, hanem belejöttünk ebbe a fleetbe, ebbe, amit csinál ez a galleon. Á! De szóval jó messze van az a három árbócas, akkor valószínűleg nem bújkál. Ja, akkor nem itt a szikla mögött. Nem, nem itt közvetlenül a szikla. Várjál, jó, hát nem itt, itt nincs. Esetleg megbújhatunk mi, bár már észrevett minket valószínűleg. De amúgy az is lehet, hogy Allianz-ba leszünk, amit szeretnétek. Oda mehetünk, hogy Allianz, és akkor 50%-ot kapunk a lootjából, vagy elsüllyesztjük, megpróbáljuk elsüllyeszteni, de hát ugye Galleon. Mit szeretnétek? Én... felhúzom a vitorlát. És én, akkor én, alap, én alapvetően nyilvánvalóan sokkal boldogabb lennék, ha ők nem lennének boldogok, de igen, közben az is működik, ha megpróbálunk szövetséget kötni, és nem rájuk lőni nyíltan, és akkor a pénz felét elvinni. Megpróbálom arra fordítani a hajót a csákjával. Viszont ha a szövetségbe akarunk lépni velük, akkor meg szerintem nem jó, ha itt bujkálunk, mert akkor azt fogják hinni, hogy meg akarjuk őket támadni. Ami ugye nyilván igaz, de hogy... The Big Wave, az a neve a hajójuknak. Azt mondom, azt mondom támadásra fel. Lehet látni? Akkor most csetén szavazzanak, mert nem tudom. Igen, hogyha ráközel. Ó, Zsolti el is indult. Kész, megyünk. Nincsen megbeszélés. Kozett, kösz szépen a szavam. Támadunk. Jó, de, van, de kit? Várjál, azért azt tisztázzuk, hogy kit támadunk. Hát egy galleon van a ott. A galleont. Okay. És ne a Skeleton ship-re lőjetek, hanem a galleonra. Jó, hozzak ágyúgolyót. Én meg kormányzok, meg ripérelek, ti meg lőttök. Az jó? Jó, segítünk majd ripérelni, ha nem tudom, ha van ideig visszalőni. Viszont ebben az esetben akkor gondolom... Lehet, hogy... akkor gondolom, mi jobb oldalról akarunk menni mellett. Várj, lehet, hogy pont most süllyesztették el. A szellemhajót? Aha, igen, ez nagyon jó, mert akkor most nagy ripére lesz. Az jó, mert akkor igen, és akkor viszont hátulról kell mögéjük osonni, gondolom, hogy ne tudjanak ők azonnal ránk lőni az egyáltalán nem sokkal több ágyújukkal. Ami egyébként sokkal több. De mi fürgébbek vagyunk. Fürgébbek vagyunk egyáltalán. Oké. Okay. Micsoda mögéjük lopakodás megy, nagyon élem. Biztos nem látnak egyébként. Lehet, hogy nem figyelnek. Na lelassítok, és ti meg akkor bal oldalra. Lehet, hogy figyelnek. Bal oldalra álljatok be a kenonokhoz. Itt úszik egy. Felgyújtották! Nem baj. Emlékeztek, amikor arról beszéltünk, hogy lehet, hogy nem figyelnek? Lehet, hogy figyelnek. Kapta a vizes, vízben lévő, jól indultak. Ó,
Hallom az égést, de nem látom. Én égek. Ja. Vagy itt valami. Ó, a hajó alja ég. Na, szóval, hogy én égtem eléggé. És miért nem jön egy újabb Skeleton Ship? Be is fejezték. Lehet, hogy pont most végeztek. Ki írta, hogy complete, mert nem figyeltem. Hú, de elhúznak. Wow. Menekülőre mert... fogták. Folyton szélbe kell rakni a vitorlákat. Mm-hmm. Utak. Csinálom hátsót. Viszont akkor nagyon sok lootjuk van, ha ezt befejezték. És ezek most a reaperek? Azt nem látom, megnézem. Ennek a hajónak amúgy van így esélye utalérni? Szerintem van. Ezek nem a reaperek itt, akiket követünk, viszont a reaperek nagyon közel vannak. Egy fortnál, de miért vannak egy fortnál? Nincs is World Event. What? De Zsóti Mar is nagyon vágja ezt a játékon. Nagyon durva, én mondtam, hogy le leszünk teljesen izé, be leszünk iskoláztatva itten. Itt van mellettünk az egyik játékosuk. Kiestem a vírja! Most... Elmentünk mellette. Ezt ti is hallottátok ezt a... Igen, igen, mellettünk volt az egyik játékosuk. Ja, és ő felrobbantott egy keget? Hát, vagy felrobbantott, vagy lőtt. Ez de egy hogy... kegrobbanás volt. Akkor felrobbantott, de az nem hiszem, oda? Hogy eltalált az minket. Az a gunpowder cucc. Ja, az a gunpowder-os cucc. Nem, a hajó rendben van, valószínűleg nem talált el minket. Szerintem az van, hogy ők így próbálnak kiugrálni, ugye? Igen, bordalni akarnak minket. Szerintem nem bordolni, hogyha fel akart robbantani, meg bordolni már az előbb is megpróbálhatott volna, szerintem inkább csak megállítani akarnak minket. Uha, jobb oldalt készülj. Lehet, hogy tudunk rájuk lőni. Amúgy, ha elég közel vagyunk, harpunnal is el tudjátok kapni, és jobb klikkel közelebb húzzátok, vagyis hát magunkat hol hozzájuk, és akkor tudjuk őket lőni, csak még szerintem nem vagyunk. Amúgy van egy robotjuk is, arra vigyázzunk, mert lehet, hogy robotot leakasztják, és azzal jönnek ránk. Elkaptad! Harpunot nem tudok lőni. Opa. Beugrott a vízbe az egyik. Akkor... Húha, elkap minket a vihar is köt. Elkaptam. Nagyon szép, jobb klik folyamatosan. Azt viszont figyeljük, hogy mi van azzal, aki... Kiugrott, de szerintem nem tudott felszállni. Az misszelte a bordot, igen. Jaj, de nem... Nem érzem itt jól magam, Zsóti, lőd őket! Lőném csak... Várjál. Víz van a hajóba. Pillanat. Úristen, el vagyok veszve ezen a hajón. Nem vágom, mi hol van. Oké, én valamit eltaláltam, és még tudom húzni is. Feljött, segítsetek! Jövök! Feljött! Lement? Ja, nem, itt van még. Itt van még. Itt van fönt. Mögötted! Jó, mindjárt meghalt. Van még egy? Ketten jöttek vannak. Fel egyébként. Majd valaki húzzon fel, megöltétek őket. Meghaltam. Ugrálnak össze-vissza. Ezt a harctius kéne nekünk ez is összeszednünk. Ez a meta, ugrálni kell, és akkor nem lehet őket lelőni. Kerkes, Maris, jövünk! Király. Nagyon szép! Viszont leoldott közben a hajó, az biztos. Nem tudták titeket felszedni. Nem baj, sem no, baj. Jövünk mindjárt. Visszament az elsőjük, aki először meghalt. The weird guy. Bye! Pé nem ugrász, amúgy fiú. Nagyon belecsaptunk a lecsóba. Pé nem ugrász. Sose feledd a lelkesedés. Oké, állítok vitornát. Most fognak ránk lőni. Ja, látom, hogy van egy aktív fort, valószínűleg ott van a én jobbra fordulnék, nem feltétlenül balra. Ja. Jobbra? Nem látom őket. Mert jobbra vannak tőlünk, jobbra és vannak jobbra ők. Akkor át tudsz a háta mögé, mert ugye frontálisan nem tudunk szerintem ellenük kihúzni, hogyha elkezdenek minket lőni, és akkor kikerülsz a leggyorsabban. Nem, még mindig jobb jobbra. Jó, oké. Csak utána visszafordulunk. Zsolti, meg próbáld megcsákjázni? Oké, most jó. Aha. Oké, és már kezdhetünk is visszafordulni. Neki fognak menni a sziklának. Nem sikerült, elrontottam. Ránk jött egy Skeleton Galleon jobb oldalon. Szerintem nekimentek a sziklának amúgy, az jó. Akkor...
Ezek is ordrop szóval. Megpróbálom őket megcsákjázni, ha közelebb érünk. Na lehet, hogy csak lekocolták a sziklát. Na várjál, hogy fúj a szél. Valami... Ja, az a Skeleton Galleon volt? Igen. Hú, de messze vannak most. Hát ezt most jobban vették ezt a kanyart, ugye nyilván, mert ki kellett térnünk az ágyúik elől. De még nem kötöttek ki, még valószínűleg a sok lóvé rajtuk van, nem? Ja. Persze, hát most nem is fognak tudni, amíg kergetjük őket. Itt van előttünk a tengerben egy halom lút. Nézzetek tényleg ki balra. Oh. Wow! Ankor. Wow! Dobtam. Itt hagyták. Mert ugye megölnek egy sipet. És ne, gondolom, nem viszont az a helyzet, hogy minket kerget még a izén. Lehet, hogy a maradék lútjuk az így. Felszopkodjuk. Ez ja, az a haj. Lehet, hogy kicsit előrébb megyünk. Kicsit húzzuk fel a vitorlánkat, ja, és megyünk előrébb. Föl az ankor. Semmi baj. Próbálom, kapitány. Ja, mindjárt én is húzok, csak egy kicsit húzzuk. Gyorsabban! Oksi. Ó, az nice. Hol van a lúd? A csontvász hajók. Előttünk van pont, ja. Oké, és akkor majd... Gyorsan deszkázunk, és akkor ott megpróbálunk mellette megállni, és gyorsan összeszedni? Igen, szerintem a lehet, hogy gyorsan akkor ankorra, összedni. Hanem csak simán izével, jaj. Kell még közelebb mennünk? Egyszerűbb, ha felcsákjáznánk a cuccost. Nem, ez sokkal gyorsabb tud lenni, ha ketten csinálják. Igen. Okay. Megálljunk? Aha, mert... Ne ankorra. Zsolti, kaptál ja, az ankor? Fogom, nyugalom! Vitorlával, tudod? Igen, mert hogyha ránk jönnek, akkor nagyon nehezen tudunk elindulni. Oké. Megálltunk. Kicsit valaki fordulok. Fordítom. Kicsit tovább mentünk. Az ott micsoda? Ja? Addig ugrok ki egy kis lútér. Amúgy szerintem a csontvász hajó, mintha azt mondta volna, hogy... Szerintem a csontvász hajó békén hagyott minket, úgyhogy ebből lehet, hogy lúttal jövünk ide, azt nekem szerintem nem... kidobták jó, egyébként, hanem még nem volt idejük összeszedni. Nem tudták összeszedni. Igen, szerintem ekkor jöttünk rájuk. Itt már nagy hülyedésekben is voltak lootok. Tényleg? Na azokat fogdosd meg, és akkor visszajön. Nekem az az érzésem, hogy... hogy valakinek tetszik, amit csinálunk. Igen? Látsz valamit a térképen? Hát egy két négy árbócosat látok, majd két-három árbócosat, meg egy két árbócosat a közelben, és mindegyik van. Valaki jön segíteni, please itt levenni. Igen, egy pillanat, csak megnézem, hogy a hajók mit csinálnak. Jó, senki nincs most közvetlenül itt nálunk. Mit csináljak? Kicsit még balra létszi. Balra? Ha? Amúgy ez, ha jól látom, az utolsó hajónak, tehát ez a legnagyobb lút, az utolsó hajó lútja, azt nem tudták felszedni, akkor kezdtünk el rájuk jönni. Királyság. Jó, és most ide jössz, légy van egy nagy lútos láda. Balról leveszed. Szóval azt mondjátok, hogy eliszkolunk a retekbe? Hát ezt összekapjuk, ne adjuk. Végül is levetted. Levettem. Nagyon sodródunk, basszus a víz miatt, oké? Okay. Itt vagyok már amúgy. Kanyarodik a hajó, nem? Nem az a... Nem, nem kéne van. Már. De kanyarodunk a sodródás miatt. Merre menjen a hajó? Balra. Vagy jobbra? Hú, de eljöttünk. Szerintem most nem kell tanulni. Oké, hazam. Jó lesz okay, így? Így jó, köszi. Sökös. Oh, wow, micsoda szép ládák ezek! Már megvan az első lopása a mai napnak, és hopp, kettes is lett az emisszering. Jó ránk valaki? Zsolti. Az előbb még nem jöttek. Én, egy pillanat is, mindjárt leszedem, csak most nem látom egyiküket sem, és nyilván ez nyugtalanít. Jó, mindegy. Jó. Szerintem ők elpucoltak a lóvéval. Hát ez érdekes, mert ez volt a legnagyobb loot. Oké, azt hiszem ennyi, az már csak ammo pouch. Az ammo pouch. Jó, felmászok gyorsan megnézni, hogy Mizu. Ők nagyon most valószínűleg szép. Nem boldogok. Nem ők valószínűleg nem boldogok.
Lepakoljak, vagy ne pakoljak le innen előről? Szerintem jó az ott. Jó. Nem látok senkit sehol. Az ég egyett a világon. Szemben van egy... Hol a legközelebb outpost? Menjünk? Szerintem még ne adjunk el, mert nem vagyunk ötösök, és ugye, hogyha az ötös az nem iszerink, akkor van a legnagyobb lóvé. Oké. Okay. De akkor ahogy szeretnék. Jaj, Robin, ne haragudj, nagyon el voltam mérve. Köszi szépen a 29 hónapot, nagyon király vagy. Szép jövését kívánok mindenkinek, nem is hiszem el, mindjárt 30 hónapja vagyok erőfeszítő, nagyon durva. Ó, nagyon menő. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon király vagy. Szóval szemben van egy World Event. Egy ilyen könnyedebb fort. Aha. Az jó, hogyha oda elmegyünk? Adom. Úristen, annak idején csak azt lehetett farmolni, semmi mást. Tényleg? Hát volt egy időszak, amikor bejött a fort, és akkor csak az volt izgi. Igen. Csak azt tudtuk csinálni. És nem is volt akkor még más World Event? Nem nagyon. Szerintem a fort volt az első, ami bejött. Tehát a tengeri csata az biztos, hogy nem volt. Van meg a pálya szélén egy erőd. Hát a Kraken meg a cápa. A cápa az addigra már bent volt szerintem. Nem, a cápa az nem volt még bent. Nem. Szia, nem, Joey! Nem, a Kraken volt csak először. Először a Kraken volt, jött. Csak az a kérdés, hogy milyen sorrendben jött ugye a cápás kieg meg a... Szerintem a Ford után jött cápás kieg. A dobos izéve melóval, amikor dobolni kellett a cápának. Ha emlékeim nem csalnak. Szia, látom, hogy szembe fúj a szél. Igen, szembe szelünk van. Hát akkor mindegy. Imádom, hogy egybe lehet bugoltatni a cápa ládánkat. Cápa alias Megalodon? Yes. Van valami ritka Megalodon is egyébként. Jött egy storage crate ebből a lootból. Igen. Very van benne egy csomó. Nagyon fura, hogy ezek elmenekültek amúgy. Igen, én se értem. Nem akartak PvP-zni. Hát az, vagy nem akartak PvP-zni, vagy most kezdtek el ismerkedni a játékkal. Én olyankor szoktam ilyet látni, hogy... Hát vagy csak valakinek el kellett menni kakilni, vagy nem tudom. Kevesen voltak már a fedélzeten. Amúgy loptak tőlünk kaját, azt végignéztem, de hát max. 5 dolgot tudtak lopni. Jobbra, egyenesen jobbra előttünk, mert még most pont fordulunk, szóval pont előttünk van egy kétfős hajó. És a nagyokból viszont semmit nem látok, tehát sem a két árbócos háromfős, sem a négyes nincs itt. Oké, ezt a sloopot gondolom békén hagyhatjuk, akár Alliance is offerelhetünk neki. Békén hagyhatjuk. Vagy nem? Elnézést, az előbb nem fordítva volt, hogy te Viktor mondtad, hogy Alliance legyen, és a Zsolti akar táborúzni, most pedig megérezted a vérszagát. A vérszagát, hát ez van. Nem feltétlenül. Inkább azt mondanám, hogy megéreztem a potenciált abban is. Egyébként nem, nyilván békén hagyhatjuk, kivétel, ha az erődünket csinálja, mert akkor nyilván nem. Össze kell csomagolnunk. Elvileg nem, mert ő Crux Hollow-nál van. Ó, oh, ja igen, és akkor ott mögötte van az erőd. Crow's Nest Fortress-re, aha. Na akkor mi legyen? Elsüllyedjem? Te így felismered a szigeteket, vagy pont a térképet nézed? Lementem a térképhez. Okay. Nagyon nem megy nekem még a sziget felismerés, én, de... Nekem régen már tök jól ment, és aztán ez kiesett a skill teljesen. Tehát megint vakon keresgélek. Jaj, támad a pozícióba! Hogy mi történt? A Zsolti rám támadott, semmi probléma. Ráadásul lenémítva. Mit csinál Zsolti? Én le vagyok némítva, basszus. Miért vagyok lenémítva? Hát egy ideje csendben voltál már, gondolkoztam, hogy szólok. Hol vagy Viktor? Nem vagy a hajón? Fent vagyok az árbóc kosárban. Ja! Oké. Okay. Nyilván hol máshol lennék. Mi a zöld köd tárgya tőlünk jobbra? Jobbra? Na, az egy nagy köd. Az a Fort of the Damned, azt ismeritek? Nem, tudom. Az egy fort, amit te tudsz bármikor aktiválni, kell hozzá az összes szín a lámpásból, illetve jó. Megvan, illetve ez a koponya, ez a Ritual School. Uh-huh.
Amúgy hoztatok rózsaszínfényt, mert titeket megöltek. Hozhattunk volna, igen, abszolút logikus lett volna, ha eszembe jutott volna. Nem baj. Na mindegy, és akkor ott különböző csontvázak jönnek, különböző színű csontvázak, és akkor úgy lehet őket megölni, hogy felemeled a lámpásodat, azt a színt, és a végén jön egy boss, és utána meg egy nagy, nagy loot jön. Igazából, hogy mondjam, időarányosságban az éri meg a legjobban a játékban gold farmolásra, csak látja mindenki, hogy azt csinálod, mert egy nagy piros kopogya megjelenik az égen, és akkor mindenki oda jön általában is rátámad. Nyilván, de mi is ezt tennénk, ha fordított helyzetben lennénk. Egy egyárbózosat látok itt a sziget mellett. Igen, és azért lassítottam le, hogy akkor beszéljük meg, hogy hogy el akarjuk-e sülyeszteni? Elsülyeztjük, mint én elsülyeszteném, ha már itt vagyunk, de mi Zsóti, van? Ne szóljál már nekik, hogy jövünk. Az úgy azt sokkal jobb. Számításba lehet esetleg venni, hogy skintelen, szóval szerintem kezdő, hogy akarunk-e kezdőt első. Az a helyzet, hogy akartam kérdezni, hogy ha már elkezdted a gondolatmenetet, be tudnád fejezni azzal, hogy ez szerinted melyik irányba tolja a dolgokat? Jó, figyelj, ahogy gondoljátok, mehet. Oda megyünk és... Hogy lehet innen leszállni? Megcsákjázzuk és csak annyit mondunk, hogy welcome to Sea of Thieves. Ja, de ezt csináltuk már sokszor, nem? Na, akkor parkoljunk mellé elegánsan. Ja, hogy légy le is parkolunk, ne, hát nem megállunk teljesen, meg ilyenek, csak odaállunk és szétsorozzuk. Jó, igen, akkor lőhet ideg. Nem, nem lőjük még. Szerintem nem akar Maris közelebb menni, az az én érzésem, hogy ő nem rajta ütős fajta. Ja, hova szeretnétek menni? Hát így mellé szoktunk parkolni, tudod, ilyen drive-by sírusban amúgy. De most nem lehet rálőni egyébként. A szigetre, ja. Én még nem tudok lőni. Még nem tudtak lőni? Akkor pihen. Na, elfogyott az ágyú. Most már tudunk lőni minket. Csak a vízvonal alatt. Ah, jó, az a vízvonal felett is egy kicsit, hogy érted. Na, a sziget tetejéről valószínűleg ő lő. Vigyázz, Baris! Nem az általában skeleton szokott. Szerintem sűjjed, nem? Megnézem. Na, ja, hát elég skeleton lő egyébként. Fog. Nem ő volt. Csak van itt egy storage crate elméletileg? Nincs lootja amúgy. Hát ez elég szomorú. Hagyjuk. Mindegy. Akkor mehetünk tova. Ne, összeszedjük majd az ágyú golyóit. Felhet, hogy hát lassít. Már azt nem lehet, mert elsüllyedt. Welcome to Sea of Thieves. Mehetünk. Ja. Azért csak megérte megállni. Meg hát. Maris, megvárod, hogy visszajöjjön, vagy itt hagyjuk megint? Fel volt húzva, csak felúszok a vitarlát, úgy itt csillog valami, és azt akarom megnézni, mert szerintem egy gem lesz az, és ez nekünk jó. Gem? Aha, egy ilyen zöld kő. Közben a chaten, soha életemben nem fogom ezt egyedül elkezdeni, találkozok egy ilyennel, mint te, azt elsírom magam. Az a helyzet egyébként, hogy nem tudom, hogy ez számít-e, de hogy egyébként erre lehet figyelni. Tehát, hogy ez nem... Tehát ez nem elkerülhetetlen. Nézegetni nem, kell, hogy jön-e valaki. Nem, nagyon fürge egyébként. Te most PvP-zel? Nem, megyek fel megnézni, hogy az ember lője a Canonról. De nem, csontvázlő. Megnéztem távcsővel. Ja, én nem az ember most jött, most jött le az izére, a partra. Ja, igen, látjuk őt. Melyik egy sniperért? Ne, ha már itt van, akkor ez már megkegyelmez neki, jó? Ez ilyen kegyes dolog. De látom, hogy keresi a hajóját. Vajon mi történhet? Az keresheti. Szerintem már úszik a szirényéhez majd lassan. Akkor majd jó. Fel a mi hajónkra. Na hozz azt a snipert. Hozom a snipert. Amerre nézek, ott van na, a vízben. Na mutassad, hol van. Hát én ezt nem találom el soha. Hopp, ez messze volt. Hozok én is egy sniper, tudod mit? Megnézzük, ki találja el elsőnek.
Ez is messze volt. Hol van? Lebukott a víz alá. Ott jött fel. Zsóti, nem alkotunk magunkról, vagy nem mutatunk magunkról a kedves képet, azt hiszem ebben a streamben. Na, hát az előző adás alkalmával nagyon barátságosak. Mondjuk akkor sem voltunk annyira barátságosak. Szerinted a sellőjéhez úszik? Igen, szerintem oda. Vagy fel a hajunkra. Ez meglepne. Most mind a ketten ilyen támadó pozícióba álltatok? Nem támadó, nem is egy sportlövészet. Igen, akart lenni. Kitalálja elsőre. Na jó, szerintem nem sokára el fog találni minket a csontvász, ha egyáltalán képes rá. Mehetünk, ha? Mehetünk, ja. Sima. Én mondtam. Én mondtam. Szépen, amióta itt vagyunk, srác, azóta nem? Pozícionálja magát egyébként, hogy hova lőjön. Ja, ott a srác. És fogta azt az egy lútját. Hogy hát ez most hova vigyen? Szegény, azon akar úszni a hajójáig. Ott van egy láda a vízben. Gyerekek. Szép öröm, ez igaz a kár öröm. Jaj. Szóval, Maris, ha te ilyen pacifistában játszod a játékot, szólj nyugodtan. Pacifistába? Hát egy kicsit ennél érted, ha mondjuk te őt nem bántottad volna például, akkor azt nyilván nyugodtan mondjad, és akkor a következőt nem bántjuk. Ja, én nem, de hát most figyú, azt sem, amit szeretnétek. Mert hogy potenciálisan voltál esély, hogy van nála kincs. Most pont nem volt. Ja, így van. Aztán azt ott csak el lehet venni. Elvettük a lútját, kuros, csak azt az egyet nem. Ez az a sziget, Zsolti, amit vagy nem ez pont, hanem az ilyen szigetek azok, amiket úgy csináltunk régen, hogy beparkoltunk a hajóval jó helyre. És aztán szétlőttük a hajóval a csontvázakat. Igen. Ez az a sziget. Jaj. Vagyis hát ez az a fajta, ez a koponyás event. Igen, igen. Beparkoltunk általában a bejárathoz, uh-huh. Mert ugye jönnek ezek a vízben berozsdásodó csontvázak, azokat jó ágyúval szétlőni, meg ilyesmi. Mi a terv, kapitány, hogy parkolunk mellé? Hát... De próbáljuk meg azt, nem? Most nem figyeltem, bocsánat, úgyhogy akkor... hogy a bejárathoz próbáljuk meg parkolni, nem? Hát valahogy, vagy olyan helyre, hogy ne tudjanak lőni minket. Igen, vagy az ágyúval tényleg. Akkor lehet, hogy az északi, hát nem tudom. Ennek csak kettő tornya van. Van ott hátul is egy kis, hát ez nem, az kicsit arany. Ott egy robot szerintem, arra valaki rá zoommal. Robot. 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 Ott van, igen, ott van egy csónak. Megy fel a vitorla, vagy most már... Megy fel a vitorla. Nehogy az legyen. Ja, hogy onnan is tudnak lőni. Igen. Van itt egy csónak, de ez csak egy ilyen gettó csónak. Teljesen csónak, menjen föl, vagy kicsit... Teljesen, aha, akkor itt megállunk, és én kijövök gyorsan, hogy ne lőjenek a skeletonon. Ó, itt is van egy ágyú. Azt terébe tud találni minket. Gyorsan... Hol van ez az ágyú, mit vett? Megyek, jaj, megyek én is akkor. Előrébb kéne mennünk. Tudod forgatni egy kicsit a hajót? Hogy legalább ne oldallal álljunk. Aha, igen. Igen, én kijöttem. Én is kijöttem. Hát, egyelőre azon dolgozom, hogy ne süllyedjen el. Ó, az baj. Mi? Ennyi hát szétlőtték, srácok. Bocsi, muszáj volt kijönnöm, hogy ezeket megöljem, hogy ne lőjenek. Most már nem fog megszólni. Jó, ez az ágyú, ez is ki van tisztítva. Fönt jött még egy. Azonnal jövök vissza a hajóval. Ó, oh, hello, srácok. Ó, oh, azért jött be itt víz rendesen. Oké, okay. Ha... Hey. Van-e még víz? Ó, nagyon sok víz van a hajóban! Van még lyuk valahol, vagy mi? Nem sniperrel kellett volna kijönnöm, az a nagy helyzet. Valahonnan még canonoznak? Nem, kanon az, szerintem most nem, én nem hallom, hogy én lövök sniperrel, de hogy nem... Ti hova mentetek? Most látom. Hogy én itt vagyok fel a szigetem. Én elment. Hát igen. Próbáltam megmenteni a hajunkat, srácok.
De sikerült is, ahogy látom. Igen, 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 nagyon szép munka. Az a baj, hogy ütöttek rajta egy párjukat, meg kellett fortozni, meg különben elsőjjel aludtunk. Jó, én nem látok most ágyúnál, hát mi a helyzet, már is ott kergetnek éppen? Van még egy lyuk valahol, de hol? Ó, megvan. Egy pillanat. Ezek szerint igen. Gyerekek, az ágy mellé lőttek egy lyukat, te jó Isten, nem láttam. Nagyon jó. Jövök már. Shotgun-t, ha letennéd? A küldetés megmentve. A hajó egybe van, nagyon jó. Baj van! Mi történik? Jajaj! Jaj. Lőnek egy... Oké, a hajó megmentve! Jajajaj! Várj, Ekron, kicsit... Srácok, ide jöttem, nem? Jó, megjavítod a hajót, amíg leparkolsz, mert akkor... Abszolút, addig... abszolút! Rajta vagyok. Eléd ugrott a sziget, előfordul a legjobbakkal is. Van egy párjuk. Semmi gond. De legalább itt most nem ágyúznak. Hát most, mert igen, itt állunk a toronyban. Szegény cickányok, ahogy menekülnek. Oké, okay, Maris közben már egyébként a küldit csinálja. Nagyon jó. Igen, közben itt megpusztulok ilyenre, bocsi, azért nem beszélek, mert annyira melegen van, és itt légkondizok. Ó, helyes. Jövök már. Hát ilyen elém spawnolt egy sziget. Ja, beugrott elé, de hát ez a legjobbakkal is előfordul. Ezek a fotoszintetizáló csontvázak. Vannak olyanok is. Igen. Ezek gyorsabban futnak, mint eddig? Ezek a rukkola szkeletonok. Azok azok. Rukkola? Oj, de szeretem a rukkolát, jaj. Hogy okay. Szalad itt a kis csonti? Meghalt igazából a víz előtt, szóval... Nagyon jó. Maris, te találtál már a szigeten ammó dobozt, vagy csak a... az ammó pócsok vannak? Vajon? Nagyon szép munka. Nem találtam, de... elvileg... Mert ez melyik fort? Szerintem a hajó itt tök jó helyen van. Nem úgy, ezt én így terveztem. Így terv, én. Így terv, pontosan. Hát itt gyerekek, csak fölhúzzuk a... Next a vitorlát, az megyen. Kiraktam a vízpartra egyébként egy robbanó hordót, hogyha arra rá tudjuk őket húzni. Ó, arany, izék! Viktor, látsz igen? Engem, hogy hol vagyok? Látlak. Lövök egyet. Aha, látlak, na látlak. Itt van a... itt van fönt. Jó, 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 mindjárt felszálltam. Az a mócuc. Mióta remeg a kép, ha ezt ütjük? Nincs ágyú. A mópáucs. Nem kellett volna snipert hoznom. Ezeket csak be kell csalni a vízbe, ugye? Ah, itt vagyok velük. Mi az futás? Ki a robbanó, izé? Én hoztam. De szép, sikerült. Nagyon szép munka. Azt hittem egy csontvád roham felém azzal a robbanós. Szóval én is raktam le egy robbanósat ide, itt a tó nagyon mellett jó, van nagyon az szép. Is. Majdnem megöltem a kutyát, gyere ide. És csak annyi a neve, hogy dog. Elszalad előlem. Nem, ki neki az a neve, hogy T-Rex. Ajaj. Ez... Nem is a mi kutyánk lehet. Ez az én kutyám. Nem bugos amúgy, mert... Ja, tényleg T-Rex a neve. Igen. Találkoztam random otthon. Köszi Attila, jól egyébként. A kutyám nevét pedig ott most éppen, javuló tendenciát mutat a hátam, ami nagyon jó. Ezek ilyen sima csont? Milyen csontváz ez? Egy kérdés, ami fontos lehet a jövőben. Igen. A buborékos fegyverrel sebezlek titeket is? Nem. Csak egy kicsit így ellöksz minket néha, de amúgy nem. Hát akkor én ezt le se teszem. Viszont ugye az elfogy egy idő után. Akkor majd leteszem akkor. Amúgy azt ajánlom, hogy a bosshoz talán jó okay, lesz, mert... Oké, elteszem. De mert az kifogy? Eltettem! Oh. Mint az egy gyerek, limited, akinek nem? Elvettem a nyalókáját. Hát ez történt, by the way! Bocsánat!
Semmi baj. Kifony. De az hol látszik, hogy mennyi van még benne? Látszik így valahol? Egyre kevesebb fénye van. Oh, wow! De menő! Oh, meggyújtom. Meggyújtom őket. Hol vannak? Gyerek, hol vannak? Mondom, Maris olyan szinten iskolázza minket már. Nagyon durva. Én élem. Szétadom. Tök jó, hát így lehet egy csomót tanulni. Bazony. Már csak tépot kellene ide, hogy helyeseljen. Meg tudod lőni, Zsolti, amit leraktam? Meggyújtottam magamat is! Úristen! Csak annyit látok a hajóról, hogy... Valaki felszed? Az felrobbant, igen. Ez nem jó, mert meghajtotok mind a ketten, mi? Igen, meg. Mind a ketten? Az felrobbant. Én itt vagyok a hajón. Mert semmi baj, majd jövünk. De egyébként kiklíreltünk egy vévet egyben. Így van. Erre nem jár semmi szín, hogy megöltem magamat, meg egy csapattársamat is. Valamilyen achievement. Szia, Connor! Nem így kell felszedni. Akkor viszont cserélek fegyvert, ha már. De egyébként tiszta a terep, nem látok sehol hajót, ami jönne közelebb. Király. Amúgy figyelj már, most már egy ideje megy a stream, de nektek nincsen kedvetek ilyen közös közvetítést indítani? Ó, shoot, küldtem inveket, csak nem indítottam el. Igen. De várjatok, elindítottam. És küldtem a meghívót is bele. Én nem tudtam, nem figyeltem. Ja, még akkor a másikat toltad, szóval szólni akartam, amikor jöttél. El van indítva. Úgyhogy szerintem, ha elfogadod, akkor belépsz, az csá. Jó, akkor visszamegyek addig a hajóra. Én azt hiszem az így on the fly is csatlakozható. Szóval a kérdésedre a válasz az, hogy de! Hol a többi csonti? Most megöltem egy csomót. Valahol gondolom jönnek éppen. Itt valaki csörög mellett. Ó, itt van az utcsó. It's done. Az ott az utcsó? Nincs zene. Na, van zene. Az újabb wave, van zene. Oké, és most elfogadtam. Király, akkor valószínűleg te is benne vagy. És akkor automatikusan így belekerültem? Hát nagyon remélem, mert különben igen. Különben na, szuper. Kirúgdassunk mindenkit, újra összehívjuk. Lesz még itt egy gunpowderes hordó. Lerakom jönnek. Oda a vízhez, és akkor oda kell őket csalni. Megint ezek a... Ja, zöld... megint ezek az sima csontvázak. Itt rakom a hordót, nézd csak. Olyan brigád jönne, amelyikhez hordó kell. Ja, közben nekem van egy multiparancsom, de a multiparancs az nem ehhez tartozik most. A multiparancsot akkor használjuk, amikor valaki nem partner, hanem csak affiliate, és az affiliateknek nem jár a squad stream. Köpött ki a banánt! Gyerekek, hogy létezik az, hogy a csontváz a banántól hílelődik? Ezt magyarázzál. Te is hílelődsz a banántól, víz alatt fúdoklás közben. Jó, nyilván. Magic banán. Mindig elrottod. Bocsánat. Közben szoktatok nézelődni, hogy jönnek-e mások? Szétnéztem igen. Az előbb, akkor még okés volt a terület. Ja, most is úgy látom. De amúgy ez nagyon érdekes, van egy Reaper, van egy Reaper Márkos, és van egy olyan ember, akit megtámadtunk, és semmelyik nem akar ránk jönni a háromba. Igen. Ja, és az utolsó hajó pedig, akit mi elsüllyesztettünk, szóval nem hinném, hogy egy megtűrt hajó vagyunk itt ezen a szerven. De úgy néz ki, hogy egy megtűrt hajó vagyunk. Eldöntötték, hogy ezek nagyon agresszívek, mi ezekkel nem csinálunk semmit. Hagyni. Túl prók vagyunk, mindenki fosik tőlünk. Hát, vagy csak nagyon-nagyon agresszívek, és csak oda megyünk ugatni nekik, aztán ha visszalőnének kiderülne. Gyerekek, már itt a szél viszi a Girls Only-nak a fedélzetéről az információkat. Hallottátok ezt a hajót? Félni kell a csajoktól.
And girls only. Girl power-be toljuk itt. Közben ül a kutyám és néz. Hadd nézzen. De hogy nem is csak az, hogy tudjátok, hogy nem jön ránk senki. Hogy látótávolságban nincs hajó. Na majd figyeljétek meg, amikor már egy csomó lootunk lesz. Lehet, hogy csak akkor. Lehet, hogy valahol bujkálnak. Lehet, hogy kihallgatták lehet, a taktikánkat. Lehet, de én nagyon nézem. Ilyen Tarkovba tolják? Bokorkemperbe? Volt egy solo streamem, amit végig open mic in-game voice-szal játszottam. Ezek? Fent talán. És konkrétan hallgatták végig, ahogy magyarázok a streamnek, ha itt találkoztam valakivel. Aha, jönnek fentről. Kiürült a szerver. Ja, kilépett mindenki. Lehet, azt mondták, hogy na jó van, itt se hagynak minket játszani. Egyébként, amikor bejött nem bírom. Az aréna, akkor egy időben terjedt az a hozzáállás, hogy az arénán kívül nem PvP-zett senki. Igen. De az arénából is kilépkedtek, basszus. De onnan meg kilépkedtek, szóval az egész... Ez az aréna dolog nem jött be annyira, mint amennyire tervezték. Mint amennyire én élveztem. Én is nagyon élveztem. Itt valahol hallom őket a főépületnél. Örjöngeni. Lőszer kéne. Igen, vannak ilyen ammópócsok mindenfelé. Figyó, akkor ezután, ha eladunk, akkor utána benne lennétek egy Fort of the Damned-ben. Csak megpróbáljuk. Hosszabb folyamat, inkább az a része hosszú, hogy ugye a színeket megszerezni, mert akkor kell tényleg az elég hosszú. Az van, hogy én ilyen, nekem ilyen 9 igen. körül lépnem kell, mert gyerekfürdetés van. Aha. Sajnos én is megyek 9-kor most. Azt abszolút tudom, hogy következőre neki menjünk ilyesminek. Most egy ilyen folyamatot már lehet, hogy nem vállalnék be. Pedig jó, fannak hangzik. Majd nézzünk mást. Hát, ha lesz egy tüzes tornádó, az is nagyon jó. Azt csináltátok már? Nem. Hát mi úgy hívjuk, de ilyen, de ez sem Winds a neve, és akkor az is egy ilyen world event, mint ez, amit most csinálunk. Magzik. És ott egy boss kell megölni. Hát hárman olyan negyed óra alatt lehet kb. Megölni. Gyorsabb. Ha találunk egy olyat, az sima. Az nagyon jó lenne, mert az Order of Souls-szal pont jó, mert a fő lootja az egy drága koponya, amiből tűz jön ki, itt az orkád a koponya. Ó, az megvan, én arra emlékszem. Az na. Valamelyik szigeten a boss volt. Ja, hogy a boss csinálta, igen, hívta lelánk azt. Arra emlékszem, azzal találkoztunk Viktor annak idején. És egy darabig lehet azzal a koponyával tűzet okádni másokra. Azaz. Minél többet használod, ér. Annál kevesebbet fizetnek érte. Ja. Az megvan, arra emlékszem. Úristen, engem megrépeltek itt a izék. Csontvázak, de olyan szinten. Valaki fel tud szemlődni? Köszi. Fedez Zsóti! Próbálok. Ó, te. Ugye van az a mém, ugye, amikor a fehér kislány ül a... Mi a francon a... kanapén is körülötte a srácok. Úgy álltál a csontvázak között? Ugyanúgy éreztem magam az előbb. Úristen. Még mindig nem nincs. Nem sok híja volt. Senki sehol. Hát jó. Fenyegető jó, a küllemünk. Azt sem mondhatjuk sajnos, hogy nagyon sokan játszák a Sea of Thieves-t. Egyébként szerintem most épp valószínűleg nem áll rosszul a játékosban. Hát, fenyeset. Mondjuk ugye azért, amúgy mert új... Nagyon nagy a community, de én se tudtam róla, hogy ekkora. Én szerintem elég nagy egyébként a community-e. Ó, itt a boss, megvan. Oh. Akkor kell a izé most már. Hozom a botot! Botozza meg őket! Matyi! Aludas! Mindegy, lekésted a botot! Hát de... Hol a boss? Azt mondja, hát de... Itt van amúgy, gyere vissza adom. Nem
kell, vigyelj, tepe, hogyne, hát vigyelj. Áh, itt a boss! Ez még nem a boss, ez... Ez nem a boss, akkor ezt még nem lőjük meg. Ah, ez ilyen hamar meghal. Ó, ez mi volt? Az mi? Jó, hol van, meg kell ölni, meg kell ölni, meg kell ölni. Rengeteg píz van nála! Ez eredeti, ezért, eredeti igazi pénzt ad, amivel tudsz a shopba vásárolni. Oh, wow! Ez az! Hát ez mennyire cool! Ez egy speciális csontváz volt, mert nem láttam, hogy ilyen. Így mászott ki a földből, ha egy nagy zsák pénzzel a hátán. Bocsánat, azért mondtam, hogy gyorsan öljük meg, mert néha a mobok ölik meg, és akkor nem kapjuk meg a pénzt. És 134 ancient skelet, ancient coint adott, és azzal lehet a shopba vásárolni. Nice. Egy állat ugye kb. Ilyen 400 körül van. Szóval, hogyha jön 4 ilyen, akkor vagy 3 ilyen már meg is van. Vagy ha hozzápótlunk egy kicsit. Igen. Amit mi nyilván sose tennénk. Mi nem szoktunk soha ilyet á. Nem, soha. Főleg a fekete gyöngy skinnél. Fúha. És basszus, valamelyik nap gondolkoztam, megveszem a izét is. A Dutchmannek is a skinjét. Igen? Persze. A Flying Dutchman. Az már a főbossz, ugye? Hát kettő van belőle, szóval nem gondolnám. Igen, ez még nem az. Szerintem ezután nem? Fognak jönni. Hoppá. Ez egy Ashen Key Master, ebből kulcs esik. Volt egy Gunpowder-ös hordó valahova leraktam, azt az hova lett? Az felrobbant. Felrobbant? Egy mob belelőtt. Hoppá, hogy itt elfogyott a muníció. Mikap Ashen Guardian's Notes. Uh-huh. Hogy kergetni? Jó, ez megvan. Talán is megvan. Jó, ez meghalt. Felviszem a kulcsot is a kőre, meg a... Meg vagyunk. Hát még jön. Sejtettem, hogy ez az az utcsó. Szerintem ez volt az utcsó. Ó, ez a kulcs, ez a minyitja? Nem, ez egy Ashen Key, ez nem az, nem? Nem, az Ashen Key. Ja nem, akkor még tényleg jönnek. Ja, még szkeletonok aranyosak. Aranyból vannak? Aha. Akkor csaljuk őket a vízbe. Vagy öntsd őket arcon. Van valahol gunpowder-es hordó? Oh, wow. Hát én nem, viszont én nem lőném magamat. Már nagyon közel vagyunk a végéhez. Oh, van egy gunpowder-es hordó, jövök. Megjött egy... jött egy boss mi? Is. Na ő az utolsó. Ő a főboss. Jövök, hozom! Nagyon jó a zenéje is a kerteknek. Imádom ezt a zenét. Ez itt az no. Én időm. Ki lőtte szét a hordót? Ott álltam a hordó mellett. Szerintem egy mob. Aha. Meghaltam. Várjál. Pont nem tudtalak, bocsi, feléleszteni. Sem baj, már is jövök. Ez only a class 1-es. Uh-oh. De a ellenséges player öl meg akkor tudom a rózsaszínfényt, ugye? Fölvenni. Igen. Azt mondta Maris, szóval. Én elhiszem neki. Micsoda? Szia, Tomi! Hát ugye ellenséges playernek kell megölnie, és akkor tudja felvenni a rózsaszínfényt. A rózsaszínfényt. Ja, igen, igen, igen. Áu! Hol van? Megvan. Itt a fánál bujkál. Be van glitchelve oda, mert egy ideje nem jöttem onnan. Summonálja a többit. Nagyon szép. Na, azt hiszem ennyi volt a móka, de hogy kapott belőle jó sokat közvetlen közelről, szóval valószínűleg azért lesebződött. Zsoltinek ezek a sikítások, kívánom. Bocsánat. Szembenéztem egy nagy shotgun csővel. Megy utánad. Megijedtem. Pont most tűnik el. Szia, Szilvetax! Hol a boss? Elteleportálni ilyenkor, csak hát hova? Ó, itt van kin a szélén. Ki teleportált na, a szélére? Na, köpök ki a banán? Ó, akkor megpróbálom lőni ágyúval. Ó, tényleg? Próbáljátok meg nagyon tartani. Nagyon jó, de... Úristen! Konkrétan átlőtte az arcomat. Mikstor!
Hát látlak! Viktor! Nehogy! Nehogy meghalni! Hív gyere, 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 gyere! Öj. Köszönöm! Hol van a boss? Vissza tudjátok hozni esetleg? Hát próbálok, de nem hátrál. Nem kell. Visszajött. Nem, itt van, jön rám. Ha! Ott tudod lőni? Ez így tökéletes, aha. Úristen! Áó! Sem baj! Ne félts engem, Maris! Lőd! Elment vagy meghalt? Lőd! Lőd! Most nem tudom lőni. Húsz nekem kínálszol lőd. Lőd! Itt van a hullámon! Hát de nem... Hagyjál, Viktor! Engem lőd, is arcol lőd. Ágyúsz, 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 Maris! Jövünk! Ágyúzzad! De nem, nem tudom most ágyúzni, mert eltűnt. Felszedlek titeket, vagyis Viktort. Ó, oh, köszönöm. Elég... Eléggé víz alatt vagyok, meg shit, meg meghaltam. Igen. Jövünk őszer mindjárt. Nem felszedni, vagy csak a... ezért tudom leváltani. Szevasz! Szevasz! Megpróbáltalak megmenteni? Hát na. Aztán rám nézett a shotgunja és... Sokat számít. Együtt hátunk meg igen, kéz a kézben. Igen, az olyan jó egylövetű. Aj, nekem most megint kedvem lett szóló Sea of Thieves-ezni, tehát annyi játékot kell játszani így is. Most, hogy velünk játszottál, megjött a kedved a szóló Sea of Thieves-ezni is. Véletlen volna? I don't think so. Nagyon jön a zene. Mérjéként Maris, te szoktál élet streamálni? Vagy... Ó, nem. Én akkor fekszem le. Ó, oh, ja, oké. Okay. Na jó, nem, de igen, későn szoktam lefeküdni, úgyhogy én délelőtt még durmalok. A szemtelen mindenségit. Gyere vissza! De egyébként most így Covid után is van a... Erre úgymond, hogy mondjam, nem az, hogy igény, mert persze arra mindig van. Streamekre mindig van, de hogy kevesebben home office-oznak, és hogy még így is így az a helyzet egyébként, hogy én szerintem tök jó, illetve ebben benne van erősen az is, hogy én nagyon szeretem a délti streamet, mert akkor itt elindítja a napot, mit tudom én. Aha. Nyilván... én nekem most jelenleg egy kicsit talán erősebb is a délelőttem, mint az estém. Szóval én... streamelnek nagy nevek, nem? Ez is benne van, igen. Ott van is egy üres slot, amikor én szoktam streamelni, akkor... Hát azért van nyilván, de hogy nem annyira van szaturálva, mint az este. Szóval, hogy szerintem teljesen működik. Nyilván a potenciális maximum, azt gondolom más. De egyébként... ez a Twitch. Itt azért nem a potenciális maximumnál. Örög a dolog általában azért. Úgyhogy ja, én úgy érzem, hogy abszolút megéri csinálni a déleti streameket. Van egy ilyen más feelingje valahogy a délelőtti streameket. Van, abszolút. Ja, ez arany. Mert mintha így esetleg elcsíptem bármikor valakit. De nekem még nem volt délelőtt. Én nagyon megszerettem, abszolút koronavírus projekt volt egyébként. Tehát, hogy abszolút koronavírus projekt volt. Jól látott náron egész közel, srácok. Az baj. Hol? Mögöttünk. Ez mit jelent egy szigeten? Tudtál, akkor vissza? Hát még egy másik szigetnél vannak. De szerintem... Ne, ezek ránk jönnek. Talán ez egy egyárbócos, és mintha ránk jönnének. Igen, ez egy sloop. Igen, ez egy egyárbócos, és jön ránk. Közel a boss is itt van. Várjatok, viszont tudjuk átjúzni a boss-t. Várja. Allianz elszló van rajta fenn. Felvegyük mi is. Erre kevesebb pénzt nem kapunk, hozzá, szóval... Most. Nem, többet fogunk kapni, hogyha ő is elad. Felrakom az Alliance offert, és akkor beszélünk vele. Mert most nehogy megtámadjon minket, mert a legvégén járunk. Én meg befordítom azért a hajót, hogyha esetleg úgy alakulna, hogy lőni akarunk. Jó, mert lehet, hogy attól még lőni fog, hogy Alliance offeres. Ó, srácok, elsüllyesztjük a francba, semmi barátkozás. Ne, szerintem barátkozhatunk, mert lehet, hogy van pénze. Egy járbócos. Láttam már prót. Akkor én lőnék, mit szóltok? Most ezt kell lőni? Várjál, még ne lőj! Alliance. Próbáljuk meg összerakni az Alliance-t. Nem akarom. Meg, kitisztítom a tornyon. Próbáld a hajót rajtuk tartani? Rajtuk van. Ja, várjál, ez a torony minket nem tud, de tudna lőni, ha akarna.
Mit túl is Maris? Jó, öljétek, öljétek. Aha, hiába beszéltem hozzá, ő engem lő. Jó, hát akkor... Jövök. Egyedül van. Meghalsz. Hát ez még nagyon rossz döntés volt, kis barátom. Hova tűnt? Hallottatok engem amúgy ingyénben? Nem. Én nem. Akkor lehet, hogy nem működik a voice chat, de azért nem mondott meg. Ennyit az Alliance dologról. De szép a hajója amúgy. Az a neve, hogy Double Trouble. Ó, itt egy afkoló. Mert azt akart éppen elmagyarázni, hogy jaj, Kakil a barátom, ne haragudj! Elment Kakilni. Mindegy, menjél, szóljál a többieknek, hogy mi nem szeretjük a barátokat, szóval... Mondd meg a többieknek, hogy nem szeretjük nem tudom, erre mi volt a terv? Biztos azt hitték, hogy szerintem Alliance volt a terve, úgy. Igen. Nem, szerintem nem. Szerintem ők azt hitték, hogy nagyba csinálják a szigetet. De ki van a zászló? Azért ezt nem rakod ki csak úgy. El igen, süllyedtek. Csak... A Zsolti nem bír a vérivel is rá. Ne, szerintem a Zsolti hamara, igen. Na mindegy, így nem, alakult. Nem, akkor lőttem, amikor azt mondta Maris, hogy lőjétek. Én addig nem lőttem. Előtte nem lőttél? Előtte csak a torony lőtte? Kikérem magamnak, előtte csak a torony lőtte. Így van. Amikor nem azt mondta a kapitány, hogy lőhetnek, azonnal lőttem. És át akar verni minket. Esküszöm nem. Esküszöm, csak akkor lőttem, amikor azt mondtam, Maris, hogy lőhetek. Van lútjuk? Jön föl bármi? Felhúzod az vitorlát? Nem volt. Hey! Mikor intottuk el a hajót? Hát és közelebb minek? Parkolok. Ne, ne, húzd le a vitorlát, nem elindítjuk! Nem tudtam, rossz felé jobbtam! Édes Istenem, de megálltunk volna! Nyugalom. Jó, man! Hát összetörjük Maris gyönyörű hajóját! Mit akartál rajta leizzéni? Hát mit? Egy icipicit felhúztam a hátsót, hogy egy picit közelebb hajózzunk. Jaj, hát tökéletes helyen volt a hajó. Mit hát mi a világ végén tüsszentett csontvász kutyám? Maris meg ott evez. Hozok egy robotot. Tökéletes helyen volt a hajó. Egy robotot. Nem volt tökéletes helyen, hát a világ végén volt a hajó. Hát én itt nem akarok evickelni. Remek! Elkezdtek egyik minket lőni. Menjen ki! Megyek már. Irányítom a hajót. Oké, ez nem jött össze. Szétlőtte az arcomat. Írja is, hogy hát nagyon is meg kéne fotózni a hajót. Hát... Még az arcomat. De igen. El ne süllyedjünk. Dolgozom rajta. Én meg nem tudok egy robotot vezetni. Én már egyszer. Ó, az baj! Lehet, hogy gyors talpalóba kéne megtanulni! Süllyedésű. Oké, visszalapátoltam a vizet. Ó, viszont van egy izé gunpowder, azt lehozom innen. Hát azt mindenképpen, Zsóti, üdd már meg a szétcsontvázat az ágyú mögött! Az megvan, hát most hát a másikhoz még... Hát de ott áll, látom! Melyik? A jó hátulján áll, az égnek már nem tud ránk lőni. De hát, ránk van, tud! Ez egy másik, én az előző tőttem. De ibe verte a hajót! Hát de hogy öljek meg két ágyúsat egyszer, ami más helyen van, kapitán? Gyorsan! Oh god, megvan. Oh god, parancsolj. Oh god, menjünk, húzza köszönöm. A hol a boss? Szerintem a zenéje szól még. Most nem szól. Vagy igen? Ez a boss zenéje? Ez nem a boss zenéje. Ne, gondolom igen. Csak nem reszetelődött. Táposak ezek a mocskok. Reszetelődött? Na. Nem tudom, mi történt. Nem, nincs olyan, folytatódik. Viszont hoztam egy fine gunpowder-ös hordót, amivel fel akarom robbantani az nincs öreget. Nincs ez zene? Nekem ki van kapcsolva a zene? Nekem van, szól. Van zene, szól valami. Van szól zene. Akkor meg kell keresni ilyenkor, annyira random helyeken lehet, a kerítés mögött esetleg. Én csak akkor lőttem. Még nálam a cseten is azt mondják a srácok. Visszaszámoltak, vissza... Megkaptam az engedélyt, a parancsot. Spanoltak csontvázak és szétlőttek minket. Itt van bent! Gyere csak az anyád úristenit. Ó, és nincs több töltényem. Gyere csak te szemétláda. Ó, még van egy kegünk. Ezt lőtszét, Maris, mikor ide ér? Ott a hordó, nézd csak! Jó.
Csak jöjjön közelebb hozzá. Vigyázz! Jó lesz, mehet. Vigyázzatok. Nem még ne. Gyertek, hátrájatok. Nagyon jó, mehet. Most esetleg. Szétlőtte ő. Nem, belelőttem. Jó, oké. Most eltűnik. Ja, most eltűnik. Nem tud meg visszagyűjt. Nagyon szép! Nagyon szép. Ott is van. Jó, akkor megyek, megjavítom gyorsan a hajót. Az nagyon rossz állapot van közben. Miért? Mi történt? Micsoda? Szétlőtték a kormánykereket, de már nem süllyed. Tehát, hogy nem süllyedős, de hogy amúgy amortizálták, ahol érték. Gyere, Zsolti. Azoknak volt lootjuk? Nem volt. Akik ránk jöttek? Akkor csak egy rópót. Azt elvettem. Tessék, Zsolti, nyisd ki. Oly, mennyit ottam, nyissak. De megyek, megnézem veled. Az jól néz ki amúgy. Mikor kinyílik az ajtó. Vagy megvárjuk Viktort. Nyissátok nyugodtan. Ja, jó. Én szerintem oké, és a hajó jövök már egyébként. I have you covered. Csiki, köszi szépen a 11 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Tü. Na, én egyébként elvinném ezeket a Stronghold kegeket is, csak nagyon óvatosan. Próbáljuk meg. Felrakjuk a izébe. Valamelyik sziklára föltenni a rútot, és vagy Viktor jól becsákjázza. Ide kintre, ahova, igen. Ja, igen. Innen be tudod csákjázni szerintem. Pap. Hatalmas gunpowder izéket is lenyomjuk. Felrakhatnánk a kosárba, és akkor nem tudom. Beszonyám. Ott nem tudom, igen. Hogy tud-e okozni nagyon nagy kárt. Hát, ha valaki kilövi, messziről észreveszik, kilőhetik, de amúgy annyira nem. Hát az, amilyen profil izé kéne, nem? Snipa. Snipa. Jó, akkor lerakom ide így a fedélzet közepére. Felkegezd, vagy felhárpúnoztad a keget? Igen. Te ilyen bátor vagy? Hát én ilyen bátor vagyok. Szó, ami szó, nem vettem észre, hogy ez az. De addigra már megjött, szóval úgy döntöttem, hogy akkor így marad. Amúgy annyi a kegek hárpúnozásánál, hogy nem szabad, hogy a hárpún így teljesen oldalra vagy fent-lentre kattanásig menjen, mert hogyha úgy húzod fel, akkor robban, de azon kívül sima. Hát ez nem robbant! Hármaszinten vagyunk, guys. Egyesen. Négyes szinten, nagyon szép. És ha elérjük az ötöset, akkor lesz a legnagyobb lóvénk? Tessék? Ha elérjük az ötös szintet, akkor kapjuk a legtöbb pénzt. Igen, akkor a legnagyobb szorzóval rá, de szerintem... Hát remélem, hogy elérjük. Ha nem, akkor még maximum levadászunk egy skeleton shipet, és azzal megvan. Oh, boy. A sima kegek azok viszont nem kellnek, mert azok 100 aranyat érnek csak. De cserébe veszélyesek. Igen. Micsoda pakolási módszerek vannak már, de tényleg, hát ez mennyire cool. Igen, amikor még nem volt ilyen amikor minden manuálisan hordtunk. Bizony. Bezzeg a mi időnkben, Zsótikám, bezzeg a mi időnkben. Tényleg csak ezt farmoltuk, ez az egy dolog volt eventnek. Ez a koponyasziget, cucc. Igen, de hogy ráadásul akkoriban ugye nem lehetett úgy megcsinálni, hogy valaki ne rúgja rád az ajtót. Ja. Mert hogy ilyen, nyilván nekik sem volt nagyon sok minden, amit csinálhattak. És aztán most már ugye az én is, az outposton is le lehet pakolni így, szóval azért ez már elég király így is, úgyis. Meg végre hát, hogy ez a hajó elnevezés, ez nagyot ment. Jó Isten, mennyire vártuk már! Nagyon! Jó, de hogy közben tudod, ott volt a tábla, tehát hogy eddig is így utaltak rá, hogy ez majd lesz. Én azon gondolkozom, hogy került ki mindig, és hogy... Érted? Tehát, hogy döntöttek úgy mindig, hogy ez igazából nem kell. Jó lesz a másik.
Én nem is tudom. Mindig, nem tudom, mindig hát, jöttek a kiegek, vele, hogy... azt, ez sok se került hogy... be. Még mindig játszanak páron, amikor már azt látták, hogy ezt majd csak akkor tesszük be, ez a feature-t, amikor mindenkit akar hagyni minket. Legalább visszajöjjének elnevezni nem. A hajójukat. Bár egyébként minket visszahúzott, szóval... Engem nagy azonnal. Ja. Jó, de mondjuk téged a Karib-tenger kalózai crossover is. Igen. Ja. És szerintem egyébként annak a vége az biztos szórakoztatóbb lett volna, ott egy picit leült a sztori, nem tudom, hanyadik. Hát nem tudom, mi egymás után hogy többet is csináltunk, és egyik se volt az. Ér, nem. Az első kettő az nem volt olyan rossz. A harmadik volt a bugos. Nem, a bugos az a víz, az... Ó, az abban lett volna? Abban a sztoriban volt a bugos? Nem tudom pontosan. De azt tudom, hogy az Davy Jones-os találkozás, az nekem nagyon bejött. De ti azt szóltátok már is a... Karib-tenger kalózais storyline-t? Aha, azt végig toltuk. És jobb a vége felé, mint ahogy volt az eleje közepe felé? Nem. Hát a végén ugye van egy nagy fight. Nem akarok spoilerezni. Amúgy a vége... A végén van egy nice fight. Nem akarok spoilerezni. Akkor jó. Bocsi. Ja nem, semmi. Hát megcsináltuk volna, mert simán, ha nem akartuk volna. Hát én így az kinek miatt megcsináltam, meg hogy meglegyen az összes toltél. Az utolsó amúgy egy ilyen rövidebb dolog. Én nekem az egész igazából kicsit csalódás volt. Az amúgy tökre tetszett, hogy így ott van veled a Jack, a szökő megcsinálták, de hogy amúgy nekem nem igazán tetszett. Uh-huh. Na, ennyi, és akkor... Hát nem ennyi mehetünk. Veled hogy őszinte legyek, ez szintén véletlen volt, de hello akkor a hajón. Hárpúrozzon meg a minden. A izét akartam behárpúrozni mellett ez a cuccot. Köszönöm. Na várjatok, meg kettő kincses térképünk van, és azok néha itt elég jó lootot adnak, mert itt azok a kicsi bosszok dobtak kincses térképet. Uh-huh. Nagyon rossz vagyok ebben. És akkor az ezen a szigeten is van. Igen, kettőt kaptunk. Aha. Látok egy hajót. Melyiket csinálod? Az elsőt. Itt van. Ó. Oh. Ebben annyira rossz vagyok. Egy jó nagy galleon van tőlünk egész. Köszi szépen a 20 hónapot, nagyon király vagy. Szerintem az felénk jön, srácok. Mennék. És mennyire van messze? Jó. Hát... Csak... Egy szigetnyire. Hú, az mennék. Az nincs közel. Mennék. Megcsináljam a másikat gyorsan, vagy megyünk? Aha, igen, Léci, csináld meg, és akkor ezt meg leviszem a hajóra, és megnézem, hogy hol van. Indítsátok a hajót valamennyire, csak ne nagyon ez a galleon lehet, hogy ez az Ortroft. És tüzes tornádó van, srácok amúgy. Véletlen lenne? I don't think so. Csak el kell adnunk mindenképpen. Merre van Zsolti a galleon? Mögöttünk, balra. Tehát már felénk jön. Miért nem látom? A sziget, van ott egy nagy sziget. És a mögött van? Már lehet, hogy a mögött van, aha, most már. Nem látom. Akkor még van időd, Viktor. Jó, mindjárt, már az utolsókat... Oké, jövök. Jövök. Megint egy essen láda? Aha. Hoppá, kinyomtam a kezedből. De kiám! Már annyi látot bagoltattam ide lent össze, nagyon jól néz ki. Akkor let's go! Egyébként úgyis fel kell majd cipelnünk, hogy lerakjuk, szóval. Bár tény is, hogy van vele itt a minden. Akkor menjünk okay. Plunder outpostra, west fele elindulok. Szólja be át el irányba, és akkor beállítjuk a vitorlákat. Rend a lelke mindennek. Igenis, uram. Szélben vannak a vitorlák? Nagyjából egyáltalán. Hát gondoltam, megvárjuk, még irányba állunk egyébként. Ja, nem. Mester Tobi, nem nézem. Nagyon. Most a She-Hulk első részét megnéztem. Az a kulcs, az mihez ez jó?
tetszett. Az Essenlandhoz, amiből van most, vagy három, vagy négy. Ezen azon gondolkozom, hogy ezt megpróbálom majd megnézni, meg asszonypajtással megnézni, mert szerintem neki is tetszene. Igen, és van benne ilyen tom. De nem nagyon. A trónok harca az teljesen... És azokat, hogyha eladjuk, akkor... hasonló skineket kaptok, mint ami rajtatok is van, ilyen tüzes, világítós. Aha, aha. Csak ez, ami rajtatok van, ez a Devils-es, ugye? Ez jó kérdés. Igen. Tehát ez a küldés. Tehát ott kellett csinálni, igen. Ahol ilyen igen. Vulkánok igen. Vannak. Igen. Azt nagyon utáltam azt a... Hát mi a szénné farmoltuk, mert ezt a ruhát meg ki akartuk venni. Aha. És amikor tudod, így álltunk, hogy jó, hála az égnek, az outposton nem lehet izé, nem lehet vulkánkitörés, és képzeld el, de... Ja. Volt vulkán. Van tőlünk jobbra egy csontveszhajó. Hát az nagyon nagy volt, hogy nem is tudom hány óra session végén. Pakolnánk éppen lefelé, és kitört a vulkán. Ja. Figyú, megpróbáljuk azt a Leon Skeletont megölni, mert kéne, hogy ötösek legyünk, mielőtt eladunk. Jó. Benne vagytok? Benne. Csak ez nagyon fog minket sorozni. Kicsit nehéz. Nem tudok semmit a Dr. Stone-ról egyébként. Briggel menni fog. Nem nagyon tudok sajnos semmit. Most azt akarom mondani, hogy a Star Wars-osokat mindig megnézem, nyilván. Marveleket igyekszem megnézni, de azok már egyáltalán nem mindig. Tehát, hogy a Moon Knight, vagy Moonlight, vagy Moon... Hát a cári, azt nem, azt egyáltalán nem. Szóval, hogy nagyon kevés sorozatot nézünk. Mit kell ezzel csinálni, hogy konkrétan kapásból rámegyünk, és víz alatt lőni, azt annyi? Igen. Majd ha közel megyünk, vagy rálövünk, akkor beagrózzuk azzal. Akkor megyek és szerzek magamhoz egy ugolyót. Őre hatnak az ilyen, nem tudom, ilyen speciális... Vannak speciális egyugolyók? Nincsenek. Akkor mindegy. Igen, hatnak. Nálam van kettő, mert a robotjukban volt azoknak. Lelőjük a csontfelszhajót? Ízbal, megberolva. Neki megyünk. Mert akkor azzal meg lennénk ötösek. Oké, ez oké. Mert még hordom. Akarsz lőni amúgy Maris? Nem, én nagyon rosszul lövök Canonnal, úgyhogy... Jó. Tehát akkor, tehát hogy te okés vagy ott a szénél. Aha. Jó, király. Remélem meg leszünk mindennel, mielőtt eltűnne a tüzes forrádó. Az a baj, szembeszélünk van. Nincs teljesen, de eléggé szar. Hát ez fantasztikus. Pont úgy raktuk le a koponyákat, hogy nem lehet miattuk látni az ammós ládát. Vagy legalábbis nekem az előbb teljesen... De nem, most lehet látni. Az előbb valamiért teljesen lehúzta feketére a játék. Kota, ahogy rájuk néztem. Elkezdenék fordulni... Várjál, nem biztos, hogy... Mert ő beszorult, ez biztos. Az a kérdés, hogy merre fog menni. Én lehet, hogy elfordulnék most egy kicsit balra. Most nekimentek a... Ja, nem nekimentek, csak megálltak. Nekimentek a szigetnek. Szerintem előtte vannak, kicsit lelassítok. Hát már tolat vissza egy ideje. Ja. Már így csúszik vissza, tudod, ahogy csúszik aha. Vissza a hajó. Ó, de szibátlan, már lövöm is a seggét. Jó, és akkor jövök vissza jobbra. Ó, oh, de jó lenne, ha lenne nálam ágyugó, jó? És próbáljátok alul. Most, most kezdett el mozogni. De balra, ugye? Úgy láttam, hogy arra fogja. Igen. Ó, oh, basszus. Most kezdünk nem jó helyen lenni. Igen, fordulok vissza balra. Az most nem... Biztos, hogy az jó. Erde? Most tudjátok, ne? Ja, hogy ez még fordul arra. Úristen, hogy elkezdett zúzni előre. Ja. Turbó. Most tudjátok, ez az. Lőnek ránk valami mágikus izőt mindjárt. Igen, azt nézem, hogy valami curse cannon-bolt akarnak ránk lőni.
De ez most jó volt, ez most nagyon-nagyon jó volt így a pozíció. Igen. Viszont meglettek sorozva rendesen. Sajnos sok nem abban a magasságban, ahogy kellett volna, de jó volt. Azt mondja a... A felsőben a hármasból van. Ez az. Ezek megint megkimentek egy szigetnek. Lol. Hibátlan. Ittesen nem kéne hajót vezetni. Igen. Nyikkant egyet a kutyám, ha eltaláltátok a kutyámat. Hú, a nehezi nekünk jönnek. Nem baj, ha nekünk jönnek, átugrok, és akkor védem a lyukaikat. A lyukainkat? Az ő lyukaikat védi. Szerintem elsüllyednek, de felnéz. Most nincs senki a kormánynál, leugrottam. Jó. Jó. Átvettem a kormány. Nagyon süllyedős hangjuk van. Aha. Már csak egy másodperc kb. Az jó, akkor forduljunk vissza. Húzom a vitorlákat. Igen, én is ezt csinálom. Húzod az elsőt? Aha, húzom az elsőt. És akkor visszafordulunk közben. Viszont lehet, hogy minden lyukat befoltoztak, és színig vannak vízzel, de ugye nem jön be több, úgyhogy még egy darab lyuk meg. Jó, mindjárt rájuk fordulunk. De sokat szemeztem én azzal. Ja, bocsánat, nem limitottam magam, sorry. Auto-related dolognak hangzott. Ja. Vett egy autót valaki a cseten, aztán nagyon sokat szemeztem olyan autóval régen. Most süllyedt el, ha jól hallom. Nagyon szép! Nice. Jó, jövünk vissza akkor, érted? Oké, pont kikerüljük a sziklát is. Ez az az első jegyedős hang? Aha, volt egy ilyen... Meglátszik is, hát ez most teljesen. És ötös szinten vagyunk. Ez az. Perfetto. Zsolti, felhúzom az összes izét. És akkor nagyjából megállunk mellettük. Ez fel van húzva. Ez is fő van húzva, kapitán. Hát akkor itt vagyunk. Gondolom jön majd fel loot, ezt is szedjük, azt annyi. Aha, és akkor utána mehetünk eladni. Megnézem, mi van a reaper. Nem látok hajókat a közelben. De van már itt azt a hármat? Jó, vannak. Aha, dehogy nem. Hagyjuk itt a lootot, mert a reaper jön ránk ötös, és már lát minket a térképen. De még nincs olyan közel. Amit tudunk, de nincs is a vízben szinte semmi loot. Na várjunk csak azzal egy kicsit. Ó, megjött. Hogy mennyire van közel? Hát azért van itt loot. Hát... A hajó még nincs közel, srácok. Fel. Jó, fordítom, Zsolti, elkezdett csekkezni? Persze. Szerintem amit tudunk, nyugodtan felkapkodhatjuk, hát nem érnek utol olyan gyorsan. Hát... csak is kell pakolni. Attól, igen. Jó, ez így jó. Veszem le én. Ja, jó. Oké, így jók vagyunk? Igen. Megnézem a térképet addig. Ja, azt mindenképpen. De nem úgy néz ki, mint aki felénk jönne amúgy. Lehet, hogy előre megy egy outpostra amúgy, és ott vár le minket. Az jó, akkor mi egy másik outpostra megyünk. Még másikra megyünk, úgy. Ahol fordul. Még lehet, hogy ebből mi leszünk. Felénk. Tartolunk? Még nem. Ott van elől, látszik is egyébként innen. Ó, szerintem full szél jön felénk. Okay, és arra van szél. Akkor mi szinte mindent felhúztunk. Nekünk Westfele kell mennünk. Mi is mindenképpen? Nem? Tehát, hogy valami küldi miatt Westfele kell mennünk? Nem, hanem a Plunder Outpostra. Nem megyünk egy másikra kelet felé? Most szembe. Kormányoz valaki? Én kormányozok, Westfelé fordulok éppen, de hogy... Szuper, adom. De hogy igen, hogy ez akkor bele tudunk szaladni beléjük. Jó, hát akkor... Mindegy, most már Westre fordultam, szóval mehetünk. Jó. Jó lesz, így van szerünk is, Franco. Southwest, bocsánat, Southwest. Jó, megyünk Southwestre. Jó lesz ez. Hogy őszinte legyek egyébként, az egy kicsit hiányzik a sorozatnézés. A lényeg, hogy mindig legyen szélben a vitorla, és azt láttátok, hogy milyen hajóról van szó? Szerintem beleakadt a csontvesz hajókba. Igen. Ez az is egy... Ja nem, az egy Colleon. Ó. Akkor fordítsuk be a vitorlákat.
Lehet, hogy szerintem pont sikerült elossannunk, ha ők ott összeakadnak. Szerintem igen. Én azt látom, hogy... Másik irányba fordult, mint mi. Jó, akkor most azt kell csinálni, hogy a lootot felhozni. Egész jók vagyunk. Felhozni az orrába, és azonnal kikapkodni. Aha. Okay. És akkor valahogy úgy parkolunk, hogy... hogy ezt azonnal ki tudjuk kapni. Amúgy nagyon sok lootunk van. Van, ja. Nem? Gazdagok leszünk. Gyerekek, teljes gőzzel előre megyünk, megrakodva lóvéval. Ez... ha sikerül, ez jó kis kaland. Nincs az esemény baj, Tobi. A Sea of Thieves-ek amúgy sem feltétlenül lehetett. Mennyire vannak messze? Nem jönnek. Nem jönnek. Ó, de utánunk fordultak. Sejtik ők itt, mi fog történni. Mennyire vagyunk messze? Ja, jönnek utánunk. Nem az a baj, hogy most már nincsen jó szelünk. És nekik van. Hát akkor mehetnénk másik outposthoz, nem? Visszaviszed Léci oda, hagyd nézzem, hogy milyen közel vannak. Hát, de két szigetnyire. Szerintem úgy ki tudunk ez pakolni, jó. Srácok. Aha. Nincsenek ők annyira közel. Adni. Jöhetünk ide a Plunderre, csak a lootot kell felhozni. Szerintem is belefér. Azért annyira nagyon közel nincsenek. Ja, akkor jövök kormányozni. Opa! Éjszakra. Mi a baj? Igen, igen, itt vagyok. Ja. Itt vagyok, jövök. És pont a másik oldalon van a izéjük, jó? Igen. Hadd nézzem ezt a... ja, ők jönnek, de nem annyira gyorsan. Bár... hát, srácok, ők lehet, hogy pont. Aha. Ez nem jó ötlet szerintem. Menjünk másikhoz? Pont, igen, pont telibe ránk tudnak jönni. Ne álljunk meg itt. Jó. Ebből baj lesz. Viktor, nézed, Léci, hogy mi a másik? Merre menjek? Mondom. Az a baj, hogy ők ugye végig látnak minket. Nézed, Zsolti, vagy... most nézem őket egyelőre. Egy másik a Plunder Valley az, ami... várjál, nem. Elkérhetem, Zsolti, egy kicsit a térképet? Mit, hogyha elfordulnának, srácok? Oké, úgy néz ki, mint elfordulnának, igen. Mint ha nem felénk jönnének. Azt figyeled akkor, hogy merre mennek, mert akkor... ha megyek vissza, ha? Elkezdünk eladni. Nézem tovább. De ránk fordulnak. Az a baj, nem volt szerük valószínűleg. Szerintem menjünk tovább, srácok. Hát csak az a baj, hogy hogyan... tehát akkor az egyetlen dolog, amit itt csináltunk, az az, hogy elindulunk keletre, de hogy akkor meg ránk fordulnak és elkapnak. Szerintem arra menjünk, amerre van szelünk. Aztán majd lehagyjuk őket. Nem hagyjuk le őket, csak úgy. Hát de van köztünk még azért különbség. Na fiúk, nézzetek nekem egy outpostot. Okay. Akkor... akkor Zsolti nézel, menjünk. Én akkor merre van szelünk? Merre van szelünk? Most. Most van szelünk. Aha, akkor... miért nem látok outpostot erre? Mert a pálya szélén, egyébként itt lesz még a nyugati szélen, ott kell, hogy legyen outpost még. Azt most nem látok, nézd meg! Ezt az egyet látom, ami közönünkben van, ahova ki akartunk köpni. Menjünk köpni. Vissza, elfordulnak, aztán majd kajabálunk. Az a jó annál a... mi ez, az a Sovereignnél, hogy... visszafordultak. Telibe. Jó. Hova vissza? A Plunderre? Crux Hollow felé. Jó, nem, fordulnak ránk vissza. Nem, most megint fordulnak ránk vissza. Csákjáztak egyet szerintem. Szerintem neki mentek valamire, vagy ilyesmi. Lehet, hogy harcolnak még indít azzal a Galleonnal, nem? Az is lehet. Nyilván akkor nem. Csak... egyébként... akkor csak osonjunk vissza, hogy... próbáljuk meg eladni? Persze. Valaki nézi lehet, folyton hogy... a térképet. Eladni úgyis csak egy ember kell. Lehet, hogy... most végeztek a csontvászhajóval és lecsákjáztak, nem? Le, várjál, megálltak volna? Meg, mintha megálltak volna. Én azt látom.
Hú, de nagyon közel az outposthoz. Nem akarunk inkább átmenni? Elengeded egy picit, Zsolt? Ja, elengedted. Nem akarunk átmenni a... hát, de messze most van mindegyik. Most már elindulok a plándor. Ja, a Golden Sandet néztem, de nem, piszok messze jó. Van. Mehetünk, jaj, menjünk. Elméletileg a ládák fenn vannak amúgy. Elindultak felénk, csőgázon elindultak felénk. És pont akkor fogunk odérni, amikor ők is. Ez Storno. Van még egy izé... Várjál, az az ő hajójuk? Nem, azt kiírná, nem? Engem. Hallunk, hajó, csak... Igen, igen, igen. Gondolkozunk jó, jó. Mi is, hogy... Jó, jó, balra fordulok. Mert hogy ő még harcolnak, de nem, nézzétek, ők harcolnak. Látod őket? Biztos? Itt vannak előttünk, egy izé van ott előttünk, várjál. Biztos, hogy harcolnak? Biztos, hát ott van egy másik csontvászhajó is. Jó. Jó, akkor kezdjünk el eladni. Én megnézem akkor a térképet. Akkor vitorlák lassan mehetnek fel. Ú, tényleg nagyon közel vannak. Harcolnak egymással, de nagyon-nagyon közel vannak. Húzol fel vitorlát? Ó, várjatok, na, egy, én fenn vagyok, egy pillanat. Ez egy, ez egy... előttünk egy Reaper Brig, ez nem... Jó, ja, hogy ó, hoppá. Ja. Hát... ez így lehet, hogy bátor kora. Azért. Nagyon bátrak vagyunk, de... Igen. Jó, én elmegyek balra, mert ez a brig az most tényleg olyan, mintha ránk jönne és nem harcolni, akkor hát nem látja, hogy ó, futás. Ezek eladnak. Biztos, hogy biztos, inkább hagyjuk itt ezeket. Én azt hittem... Illetve eddig, harcolnak hogy... egymással, tehát lehet, hogy el tudunk osonni. Én azt hittem eddig, hogy egy skeleton shippel harcol a Reaper, de itt a Galleon, ez az Order of Souls-os Galleon, akiket megtámadtunk, akiktől elvettük a lootot, ugye, és a Reaper meg a Brigantine, és ők harcolnak egymással. Szóval azt mondod, hogy nem kedvelnek minket? Hát igen, szerintem itt mind a kettő jó, el akkor akar minket hogy... sőszni, ja, és a... Jó, most egymással harcolnak egyébként, mint ja, ahogy ja, akkor mi addig elhúzunk innen, nem várjuk meg, hogy valamelyik nyerjen. Hát igen, most messze megyünk. Nyugatra megyünk, nem? A... A Golden Sands-re, Golden Sands-re tudunk csak menni. Addig a Reaper Hideout-on ki tudunk ugrani, mert van egy Reaper lootunk, amit csak ott tudunk eladni, egy Humble Gift. Ó! Oh. Szia! Humble Gift. A kezembe termelődött. Ó, azt ki kell túrni innen, vagy... Nem, ide külön raktam. Kire? Generous Gift, nem is Humble. Ja, meg van egy könyvünk is, akiket elsüllyesztettünk tőlük. Jó, akkor végül szerintem ez lesz a jó megoldás. Hol kell ezt eladni? A Reaper's Hideout-om. A Reaper's Hideout, ez tőlünk teliben Northra van. Oksim. Úgyhogy mehetünk Northra. Fú, az ott nagyon bátor lett volna, ott elkezdünk eladni. Most, ahogy nézem, hogy ott vergődnek mellette, az én nagyon bátor lett volna. Nem realizáltam, hogy olyan közel vannak, és hogy az két player hajó. Igen. Hajóban vicces lett volna, valószínűleg az lett volna, de... Közben... Így jött, mint az a TikTok szám. Így adtunk volna el. Igen. Tiszta pánikba. Talán ők eladnak most ott a... Pont, ha pont Northra megyünk, akkor jók vagyunk. Az a Gallon, mint hogyha ott meg akarna állni. De nem biztos, lehet, hogy jönnek utánunk. A Galleon az szerintem tudja, hogy nem fog ránk jönni, mert ők menekültek akkor is, amikor mi rájuk mentünk. Igen, annak ellenére, hogy van a izéjük, igen. De egyébként még mindig létezik a kétárbócos három fős is, és a Galleon is, szóval ők lehet, hogy ölik egymást. Vagy a Galleon próbál menekülni, és a másik nem engedi.
Na, szóval két cuccot kéne itt leadni, ami azt jelenti, hogy ketten megpróbálunk kimenni, és egy ember tovább viszi a hajót. Így van, aha. Ott az, ahova, ami ott van előttünk, pont oda megyünk, ugye? Ja, a tüzes tornádó? Nem. Nem. Hanem egy, az a sziget, ahol régen volt a lobbia a... Az arénának. Az arénának, igen. Nem. Hanem nem. Balra. A Reaper Side-outba kell mennünk balra, igen, ugye? Igen, igen, az arénát, ha balra van. Erre kicsit balra kell fordulnunk. És nem lesz nagyon leszelünk. Vagy van? Mm. Van... Ja, ez egy eladó hely. Van tőlünk jobbra, mögöttünk egy csontváz kis hajó egyébként, uh-huh. De messze hál az egy. Igen, fordok. Ezek totál más irányba vannak egyébként a nagy Galleon. Ja, most már nyugiba leszünk. Még jó lenne, ha lenne idő a tüzes tornádóra, csak hát mondtátok, hogy 9-ig értek. Ja, igen. Sorry. Át kell fordítani a vitorlákat egy kicsit. Megyek. Hát, mire ide érsz, matróz? Akkor ti csak kiugrottak, ez már látva fordítva. Ha rámutatsz, hogy mit kell kivinni, akkor kiugrunk, azt elviszik. Itt volt, de eltűnt. Ezek a ládák a pirosak? Igen, nem, de. Nem. Nem tudom, valaki elvitte. Itt volt egy könyv, meg egy ja, generous gift. Igen, a könyv. Itt van egy könyv. Itt van egy könyv. Megvan. Igen, és volt a generous egy ajándék doboz. Az pedig... Ez itt van a Reaper. Én itt látom. Mindjárt kiszedem. Az... Megvan. Akkor én megyek a könyvvel. Oké. Okay. Egy kicsit majd elmennék jobbra, mert belelóg a sziget a hajó útjába. Oké, és köszi. És azt kinek tudom eladni a könyvet? Bementek a sátorba, és ott van egy NPC a fő Reaper neki. Wow. 26 szigetet... Látogatott meg a könyv szerint a... Jó napot, fő Reaper! Hoztam egy doboznyi dolgot. Ez is eladtuk. Nagyon jó. Jó, mehetünk. Az a könyv az sokat nem ad, csak achievement, hogy nem tudom, x mennyiségű ilyen másnak a logbookját el kell uh-huh. adni. Unaszedénünk. Jön majd mindjárt. Hát még látjuk itt a közelben Marist. Megjött a szirén. A szirén. El lehet lopni más hajónaplóját, hát? Hát. Az egyik, az most az volt, amit eladtunk, nem a hajónapló. Igen. Mm-hmm. Igen. Itt vagyunk. Nagyon jó. És akkor... Hová is megyünk? New Golden Sands-re. Az pont. Pont, igen. Hibátlan. Kíváncsi, hogy mennyi pénzt tettünk össze. Hát ez most elég régi. Ó, kiestem a hajóból. Szóval, hogy elég régen volt, visszamásztam. Elég hallod régen volt ilyen sikeres loot körünk. Hát tudod, egy ilyen, hogy szokták ez a vén tengeri medve? Nem, amúgy, ő még fiatal tengeri medve. És egy medve, bocs, de nagyon tapasztalt. Én? Bizony. Nem egy idősek vagy? Hát egy picit... Ja, de nem arra mondom, hanem itt ingém. Ja! Több órád van, te tapasztaltam, hogy ingém. Igen. Ja nem a valós életkorunkra gondoltam. De jó, azt hiszem már, vagyunk. Hogy egy kis bocsnak gondolsz. Egy kis 20... Ja igen, 20 éves vagyok. Jaj, de jó lenne 20 évesnek lenni, basszus. Ja. Ó, viszont valamely, igen, augusztus 20-án egy rendezvényen,
Azt mondták a srácok rám, hogy 24-nek nézek ki. Na mondom. Köszönöm szépen. Meg voltál éppen szépen borotválkozva-e? Nem. Lehet, hogy azért egyébként, mert meg vagyok dagadva, mint az állat. Hogyha sokat fogynék, akkor ráncos lenne a pofám. De így izé kitölt így? Persze. Nem mondod, hogy még nem láttál ilyet. Hogy nem tudom, kicsit, nem ugye, hazudnék, ha azt mondanám, akkor... hogy figyeltem ilyeneked. Micsoda, miről van szó? A zsír az ugye kitölti a ráncokat ám. Zsolti azért tűnik fiatalnak, meg kövér. Meg kövér vagyok, igen. Ez a beszélgetés témája is szummázva, azt hiszem. Mondanám, hogy egy de jól megúsztuk azokat a hajókat, de közben valószínűleg a sztori inkább az, hogy nem is akartak semmit. Annónak van igaza egyébként, már volt bennük egy csomó jéger, aztán szépnek láttak. Nézd, az alkohol, az ilyen. Igen. Én is láttam már szebbnek dolgokat, mint amilyenek valójában. Bár nem is tudom. Azért a sminkkel se szoktok óvatosan bánni. A hölgyek, akik szórakozni mennek. Mély fájdalmat érzek a hangodban. Azt mondja Tomi, hogy de Zsóti nem is kövér. Ezt írta ide a csetre. Köszi Tomikám. Ez nem a Fekete Jézus, nem a Fekete Jézus hoztuk. Tomi azért. Jó, egyébként is jó, hogy olyan alkat, tehát szerintem Tomi soha nem volt valószínűleg nagyon súlyos egyén. Nem. De ő inkább ugye a sportból kicsit és ilyen, ilyen izmosabb, szálkásabb, igen, a fiú. Itt vagyunk nem sokán. Jó nézel ki, Tomikám. Az biztos. Nem mondjátok, hogy... Előttünk egy kalóz, egy zéhajó. Most jelent meg előttünk, ja. Hát ez hihetetlen. Davy Jones nem hagyja, hogy kipakoljunk. Jó az! Nem jó az. Nagyon nem jó lehet, az. Lehet, hogy az Outposthoz közel megyünk. Igen, nagyon közel nem jönnek. Nekem nem ez az emlékem, de remélem így lesz. Hát, amúgy igen, nekem se, csak így kéne lennie a Sea of Thieves. Ez lenne logikus, igen. Igen, de... Mostában de elfordul, úgyhogy ha jobb oldalra megyünk és onnan kerülünk, jó. Akkor lehet, hogy nem akadunk össze. Volt most így elkezdtem merni ki fel a vizet, az megvan? Eszembe jutott, amit észrevettem, most a Karib-tenger kalózait nézzük újra. Van az a rész, ugye, amikor Davy Jones helyét átveszi a srác. Kitalakít Orlando Bloom? Ja. Mindegy. És ugye ott rinyálnak, hogy hát ő csak 10 évente jöhet ki a szárazföldre. Úristen, és van egy jelenet a film közepén, amikor Davy Jones kijön tárgyalni, és benne áll egy vödör vízbe. Igen. És igazából akkor jön ki, amikor akar. És igazából akkor, amikor akar, így van. Tehát amikor éppen olyan nyom van, az hoznak egy kis sósvizet a lába alá. Jó, tudod, amikor kalózátkot írsz, és nem szövegezed meg jól. Senki nem veszik komolyan. Ja, lassan lassulhatunk. Végén olyan nagy könnyes búcsú, és akkor igazából, nem tudom. Davy hát, de ő nem akar vödörben állni. Meg egy csomó minden nehéz a vödörben, szóval... Hoppá, itt van egy sloopot. Ott van egy sloop tőlünk jobbra, én is azt nézem. Hát... Közel, messze? Hagyjatok már eladni minket. Messze van. Na, forduljunk vissza. Nem, én nem látom őket pontosan. Hát az a sloop nem fog minket... Hát úgy értem, hogy vissza balra és így körbe a... Igen. Ne, nem megyünk mi vissza innen sehova egy sloop elől, biztos, hogy nem. Aténás, amúgy, ha jól látom. Jó, kiugrok felhúzkodni a lootot. Van loot? Milyen loot? Mármint, hogy hát a lootot. Mennyire kell közel állni? Szerintem még egy kicsit. De most lassan jók leszünk. Tudjátok, mikor emeljem fel a vitorlát teljesen. Még szerintem egy picit megyünk. Most az a csonti már nem fog ránk jönni, szerintem. Elég messze van. És egy kicsit megfordítom. Én megfigyelem a sloopot. Ah, lehet, hogy végül csak közel megyünk. Nyomjam le a vasmacskát, hogy ne? Ne. Ne. Ó, oh, nagyon király működik. Menjen fel valamelyikünk ott pakolni? Ez mennyire komoly? Megyek már is.
eladni. Ez mennyire menő? Ez nagyon megkönnyíti az ember. Ez nagyon jó, igen. Lehet, hogy túl fog menni a hajó, mert vannak csesztek, amiket nem érek el. Jó, akkor megpróbálok visszafordulni. Hogy kell oda felmenni Marishoz? Van egy létre, de nem kell, hanem így ledobálom a lootot. És ott van lent. Ó, látom, tényleg. Wow, na jó, 276 ezernél jártam. Ezt neki nem lehet eladni. Most nem éred el őket, ugye? Hát még van, amit elérek, de nem fogok mindent, úgyhogy még balra kell fordulnod. Ezt is el lehet adni. Most megakadt a hajó, arra most hogy éred el a dolgokat? Most szerintem elérek mindent, megpróbálom a leglentibbet. Talán ott egy-két dolog lesz, amit nem fogok. Ellenőrzöm még a vitorlákat, biztos, ami biztos, és max pozícionálok a looton, hogyha kell. És a sloop-pal mi újság? Egy ideje nem láttam semennyit róla, úgyhogy... Loop teljesen eltűnt. Szerintem lehet, hogy belecsúszott a viharba. Ja. Pakolgassam őket át, vagy... Ott van a hajó jobb oldalán egy ezek? Kék gem, azokat nem érem el csak. A kék gemet sem kék érem gem. Már el. Ó, sorry! Tessék a kék gem! Megyek vissza. Bocsánat. De semmi baj, megyek vissza. A kutyát konkrétan a levegőben lebeg előttem is. Igen. Nagyon ragaszkodik el. Na, egy pillanatra tüzet szintes előrébb rakom a gemet. Oké. Igen, a gem az már ott van. Az első csesztekből nyissunk ki? Egyet kinyitottam, de hogyha van még kulcs, akkor aha... Szerintem egy kulcsunk volt. Jó, egy pillanat, és elmegyek innen, annyi. Össze van rendezve minden. Az Ashen chesteket önmagában érdemes eladni, vagy a loot chesteket érdemes felhúzni? Az ilyen loot crate-ek, meg ilyenek. Hogy, micsoda? Még egyszer, hát, hogy vannak ezek a loot crate vackok, hogy ezeket érdemes felhúzogatni. Ó, itt is van egy chest. Vagy ezeket ne pakoljam oda. Milyen loot crate-re gondolsz? Storage crate, vagy ilyesmi? Ja, a storage crate-et azt nem lehet eladni. Jó. A wood, azt hiszem, hogy vettem egy wood, meg egy cannonball crate-et. Uh-huh. Azt, hogyha megtöltitek a berölökben lévő cuccokkal és fullosra, akkor azt el lehet adni. Oké, wood crate-et töltöm. És... Én egyébként úgy emlékszem, hogy összesen két kulcsunk volt, mert az egyiket... Ó, basszus, eladtam a ládákon. Ja, nem baj. Csak... Egyet kinyitottam, nem tudom. Egyet én kinyitottam. Ja, de még amúgy van itt láda a hajóm, csak azt nem érem el. Ez sem láda. Rakom. Mert azt hiszem, hogy az egyik esett egy bossból. A kinyitott Ashen ládával, az csak a cuccokat adjam oda, ugye? Nem, az egészet így felszívom, és akkor a Zsolti meg majd kipakol belőle. Nem tudom, mert úgysem lehet így errel. Majdnem egy 100-as pluszba vagyunk már. Megvan. Csak nem dobta ki a cuccot sehol. Ashen láda. Igen, szokta. Exotic. Fine sugar.
Great of Rarity. Storage. Hol lehet az ágyú golyós? A botká? Nem, azt se lehet eladni. Ó, van még egy gem. Hoppá. Igen, a botot akartam pont elvenni mellőle. Meg akkor azok a izék mehetnek még, amik ott vannak körülötted. Az a silk, meg bone dust, meg ilyenek. Az spice, meg ilyesmi? Aha, azokat el lehet adni. Okay. Megvan a 100-as plusz. Ez az. Ez nagyon menő. Már csak négyszer ennyi, és visszajön a Galleonnak az ára. Wow, nagyon drága volt ez a Galleon. Te jó ég. És még jó, hogy volt annyi lóvé. Igen, hát elkezdtük a streamet, és akkor jöttünk rá, hogy... Jó, mondjuk nem biztos, hogy visszatartott volna engem sok minden attól, hogy vegyek pénzt amúgy, hogyha nincs meg. Lehet olyat csinálni egyáltalán? Szerintem tudsz venni aranyat. Gondolom. Micsoda? Hát igazi pénzért aranyat venni a játékban. Biztos lehet. Nem, azt nem lehet sajnos. Viszont azért lehet. A blue coinért lehet aranyat venni. Ami ott van jobb felső sarokban. De az meg csak küldiér van, nem? Nem, a blue coin az a blue coin ez küld is azzal dolog, fizetsz nem? A dolgokért, nem? Nem, az az alatta lévő. Igen, és a blue coint azt főleg ilyen reaper dolgokból lehet kapni. Például most 5-öt kaptunk, vagy 3-at ebből a generous giftből. Nem, 10-et. Meg vagyunk, az ennyi? Az is lehet. Szerintem kipakoltunk. Igen. Na, 385 ezer, akkor 110 ezer, mert 276 ezer volt, igen. Durván 110 ezer. És akkor most nice. Ilyenkor mi jön? Még a zászlóval van valami? Vagy az csak van? Le kell adni, igen. Ahhoz is két ember kell, az Order of Soulsnál. És ezt hol tudjuk? Let's ja, go! Ja, csak egyszer leszavazzuk. Jó, oké, okay, menjünk. Mit miért nem lehet ezt eladni? Hopp. Megtoltuk most ezt a... Szia, Saxo! Megtoltuk ja, most ezt a... Ezt a loot kört. Kicsit általában több a vergődés a harcok közben, azt hiszem így fogalmazhatnám meg Zsolti jól a dolgot. Hát ilyen Jack Sparrow-san szoktuk tolni. Ilyen kicsit Jack Sparrow-sabban, igen. Kevesebb mindjárt sikerrel. Most is nagyon olyan voltam az elején. Elég Jack Sparrow-s. Na, én leszavaztam az Order of Souls-os cuccnál. A leadásra. Hova kell mennem? Oda hozzád? Aha, ide hozzám. Na, amúgy annyi még, fiúk, hogy van egy ilyen Regent Bone Crate, amit egy szíposztra kéne elvinni, az még itt maradt nálunk, és 5 darab ilyen kék coint ad, viszont nagyon messze van, szóval ez gondolom nem akarját. Jaj, nekem a sajnos nem annyira adja ki. Hol szavazok? Okay. Az Order of Souls-nak a földszintes, tudod itt, és ott van az asztal. Ja, nice. Hoppá, én meg megkezdtem felszavazni, most felszavaztam. Na, most mit csináltam? Na, még csináltam? Egyszer. Most visszaszavaztátok? Igen, de nem baj, végül is. Baj, volt túl jó, akkor fel kell húzni újra, ez van. Vártok, ez így nem jó. Jó, most jó. Most ne nyomj. Most jó? Igen. Sajnos újra kell menni, lootolni. Az elejéről újra kell kezdeni, nem? Ötösen lehet csak lerakni. Nagyot mentünk. Nagyot itt bizony. Allianszozni akarnak szerintem. Hát most már akarhatnak. Akkor szerintem allianszozzunk velük. Ott valami még csillog lent a vízben. Az mi az? Az egy trident. Ja, az a szigony. Azt nem lehet eladni? Nem, sajnos. Csak így körülsznek, hogy na vajon lehet ezekkel? Hát vagy csak tudod, szeretnének lepakolni. Lehet. Ja, az... Nem akarnak csak halni benni, hogy pakolni tudjunk. Mondjuk egyes az emisszeriük, szóval szerintem még nem adnának el. Egy csík van a zászlajukon. Jaj, útközben én elkösönök, ne haragudjatok. Ja, én is megyek lassan. Most már a kihajózásnak van egy ilyen hagyományunk, ugye, hogy kihajózunk, hát, de így a saját hajóval így nincs értelme, mert nem süllyed el olyan kielégítően. Igen.
Miért hogy szoktátok csinálni? Hát mi úgy szoktuk bezárni ezeket a streameket, hogy kihajózzunk a semmibe, és akkor tudod, így bevörösödik a tenger, meg elsijed a hajó. És akkor úgy elköszönünk. És közben zenélünk az árvózkosában. Igen, de amióta bejött ez a saját hajó dolog, a saját hajó az csak így visszaglitchelsz, vagy valami. Tehát, hogy ilyen... Igen. Nem tudom, egyszer ezt csináltuk. És az történt. És nem törik össze? Nem. Nem megy a végéig. Vagy hát a hajó összetörik, de hogy te nem fulladsz meg a vízbe, hanem visszahúz a szigetre. Ja, pedig amúgy közel vagyunk a map széléhez. De igazából nyilván benne van az is, hogy csak glitch volt, de mindegy. Majd egyszer kiderül. Jól van, akkor én nagyon-nagyon szépen köszönöm a gémet. Mi köszönjük, nagyon móka volt, és köszönjük szépen a rengeteg információt. Bizony. Ó, hát amúgy nem nagyon kellett mit mondani, mert hát, nagyon nem így éltem meg, de oké. Okay. Hát ja, és... Cseresztettünk két hajót. Hát ez bizony. Nem beszélünk, hogy hogyan. De még hogy? De még hogy, igen. Arról nem beszélni, mi történt, meg hogy hogyan, de hát a kalóz élet az ilyen. Én azt mondom. Ennek folytatása következzen. Így na jó, van. Te Maris, te streamelsz tovább? Ja tényleg, oda küldelem én is a nézőken. Gondolkozom rajta, itt tivogatom a Barbit, hogy jöjjön hozzám, és ha jön, right. Akkor lehet. Jó, akkor akkor megy oda a nép, és aztán Max megy tovább. Nagyon a nép szépen onnan. Köszönöm. Jól van. Mi köszönjük. Szép napot, meg jó streamet, meg minden. Next sziasztok! Is, sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Na, srácok, ennyi pénzt ebben a videójátékban nem láttunk még soha. Oké, okay, ez nem igaz. De hogy sok pénzünk van. Tehát, hogy 542 000, ami azt jelenti, hogy meg tudnánk venni a Galleon, de teljesen felesleges, mert Zsoltinak úgy is van. Viszont meg fogjuk venni a saját kis loopunkat egyébként. Ennyi, és elneveznük a hét tenger csivavájának. De lehet, hogy angolul fogjuk ezt mindet megtenni. Én szerintem ez egy nagyon fun session volt, nagyon produktív és közben fun session volt. Remélem, hogy ti is élveztétek. Abban az esetben, ha igen, akkor és még nem tettétek, akkor érdemes nyomni egy followot, mert akkor látjátok, hogy mikor vagyok online. Délelőtt és délután is szoktak lenni streamek, nyilván értitek, szerdán nincs délelőtti, pénteken nincs délutáni. Ezek a streamek átkerülnek a VOD csatornára, ahol is ugye VOD formájában lehet őket visszanézni, és ha valaki lemaradt, akkor ott érdemes pótolni. Egyébként nagyon szépen rendezettem playlistekkel, mit tudom én. Nagyon elégedett vagyok egyébként a VOD csatornával jelenlegi állapotában. És amúgy pedig a fő csatornán lesz vágott videó szombaton valószínűleg. Nagyon valószínű. Most jelenleg 90%-ig van kész a videó. Ma nagyon megküzdöttem a stílkép alapanyagáért. Gyakorlatilag megállás nélkül kifagyott a replay mod. Tehát, hogy megállás nélkül kifagyott a replay mod. Teljes nonsens. Tehát, hogy kerestem a megfelelő pillanatot, és megtaláltam, kicsit túlmentem. Ott ugye nem lehet csak úgy visszalépni, hanem akkor, amikor visszakattintasz, visszatölt. És a visszatöltésnél, minden második visszatöltésnél kifagyott. És aztán, amikor végre sikerült beállítani a replay módban azt, hogy mit akarok látni, tudjátok, mit akarok kiszedni, akkor screenshottal ki lehet exportálni a képet, és nekem valamiért nem lehet, mert... rossz a verziója a valami modomnak, és emiatt nem működik, és így álltam, hogy ne szívassuk már egymást, szóval konkrétan egy órán keresztül azt csináltam, hogy megkerestem a megfelelő screen-t, beállítottam, tovább mentem egy picit, ó, ne, felrobbant a creeper, jobb lett volna egy másodperccel korábban, visszatöltés, kifagyás, újraindítás, nagyon-nagyon szomorú. Nagyon-nagyon szomorú, és nagyon, nagyon frusztráló volt. Ettől függetlenül egyébként ma azért kifejezetten produktív nap volt, meg ez a hét nagyon produktív egyébként, sőt, ezek a hetek nagyon produktívak. Nagyon-nagyon produktívak. Még játszótéren is voltunk a gyerekkel, mármint, hogy az ilyet is beleszámolom, szóval munkatekintetében is produktívak, de amúgy is produktívak. De munkatekintetében elsősorban, mert mostanában is nagyon... Rossz a dinamika egyébként, hogy mikor alszik a gyerek, és mikor nem, és így nagyon sokat tudok dolgozni, de kevesebbet tudok a gyerekkel lenni.
Ó, jaj, nagyon szépen köszönöm, Tomi. Láttam, hogy írtál, de hogy... illetve neked is akarok válaszolni. Küldöm majd az anyagot amúgy. Ennél hosszabb a válasz. Szóval ez így... Ha ennyit kéne szenvednem minden alkalommal a steelképpel, akkor nem csinálnám így a steelképet. Édes Isten, még mindig saras a lábam. Nem volt időm lefürdeni a játszóterezés után. Második fejedet leszetted, vagy meg kell barátkoznunk vele? Mire gondolsz, Korenzi? Az van egyébként, hogy ezek a videók, ezek most kísérleti videók amúgy, ennek most megint más lesz a stílképe, tehát eddig mind a háromnak más volt a stílképe, és nézem, hogy milyen az átkattintási százalék, mit tudom én. Nem tudom, hogy melyikre, mire gondolsz. Arra gondolsz, hogy a stílképen rajta van az arcom? Mert azzal lehet, hogy meg kell barátkoznod, ha az produkálja a legjobb átkattintást. Egyelőre nem úgy néz ki. Ja, az hogy erre gondolsz! Az egy anyajegy. Az egy anyajegy. Viszont akkor Connornak tényleg van igaza. Vagy tényleg igaza van. Mert hogy ne légy tapló. Mert akkor viszont mész. Memoru, nagyon nagyon szépen köszönöm a 21. hónapot. Most tűnt fel, hogy lejárt. Well, még időben. Így van, még benne, van, benne vagy a streamben. Nagyon nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagyon király vagy. Na! Egyébként most a heti videót, azt meg majd Szabi vágja, mert most csinálja amúgy. És emiatt így tök más a stílus. Szia, Mikey! Tök más a stílusa egy csomó mindenben, meg behoz olyan dolgokat, amiket én nem csináltam, viszont nagyon tetszenek, úgyhogy innentől is csinálva lesz. Akkor is, hogyha nem ő vágja. Lehet, hogy fog ő még majd vágni, de hogy behozza majd. Behoz majd így más dolgokat, amiket én nem csináltam, és szerintem jobbak, tehát koherensebbé teszik a videót. Szóval szerintem cool lesz. Cool lesz a dolog. Na! Megyünk át Marishoz. Ez a terv. Ő volt most a kapitányunk. Ez egy bunkó megfogalmazás, Lucifer, így is, úgy is. Tehát, hogy az a helyzet, hogy nyilván az emberek nem akarnak általában taplók lenni, ettől függetlenül ez egy bunkó megfogalmazás. Tehát, hogy lehet így kérdezni a dologról, ráadásul egymás után kétszer, miután rá lett szólva. Szóval ez nem volt szép, így se, úgy se. De nem kell védeni, nem történt vele semmi. Érted? Tehát nem lett kirakva, meg semmi ilyesmi. Na! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek jó éjszakát, mindenkinek jó pihenést. Köszönöm a figyelmet. Találkozunk holnap délelőtt. Még nincs egyértelműen eldöntve, hogy mit játszunk, de szerintem Oxygen Not Included lesz. Szóval én szerintem Oxygen Not Included lesz, én nekem az az érzésem, hogy az az, ami most így jönnie kell. Nem feltétlenül kell amúgy, most egy kicsit kevésbé van kedvem Oxygen Not Included-ezni amúgy, de közben nagyon fura egyébként az Oxygen Not Included. Az első streamnek a vodjain elképesztő nézettsége van, és aztán meg így azóta ilyen zup, nem tudom. Az embereket az érdekli, hogy játszam egyszer, és aztán nem érdekli, hogy tovább folytatom, nem tudom, fura. Olvastad, a bárányba berakták a helpet. Na mindegy, szóval, hogy valószínűleg Oxygen Not Included lesz majd holnap. Mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, köszönöm a figyelmet, volt csatornát csekkoljátok, Oldino Man, nagyon szépen köszönöm a 20 hónapot, és elmegy a réd mindjárt, úgyhogy tényleg sziasztok!